Szeretettel üdvözlök mindenkit a Sons of the Forest című játék következő epizódjában. Ez a második végigjátszásunk második epizódja ma. Meg is nyomjuk a folytatás gombot. Azt hiszem, hogy itt jártunk legutóbb, 11 óra 43-kor. Ha nagyjából ilyen fél órás mentési különbségeink vannak, az egyébként nem is tudom, hogy jónak számít-e vagy sem. Persze ez attól is függ, hogy mennyire vagyunk előre haladott állapotában a játéknak. Kíváncsi vagyok, hogy a bázis építés hiánya, tehát amit elhanyagoltunk az elmúlt egy epizódban, körülbelül 3 órát barangoltunk a szigeten és a különböző barlangokban. Neked mindig szétverték a házadat a majmok. Na pont erről beszélek, hogy az első részben rendkívül király módon lehetett csinálni a tó közepére olyan vityillót, hogy ez egy ilyen ház, itt lakunk bent, ez a második, itt az ebédlő, nincs oldala, szép kilátás van a tó hátra lévő részére. Itt egy égben nyúló pavilon, ott egy kilátó torony, hallod, olyan palotát építettünk a játékba, hogy nem igaz. A Forest egyben. És akkor most ezzel szemben meg kicsit olyan, mintha így, nem is tudom. Maradjunk annyiban sikeresek a játékban, amikor... Hol van a térkép, várjál? Nem voltunk sikeresek. Az a sírhely? Hogy kerültem ide? Amikor bázis próbáltunk volna építeni. Ez azért furcsa ez a mentés, mert innen indultunk el, nem? Na várjunk egy picit. Itt valami furcsaság van számomra. Ott volt a mentési pontunk, ahol bementünk már a nyomtatóhoz, és az a mentés elveszett volna. Március, szeptember. Most ne szórakozz, hogy nem mentett el, vagy hova lett? Tök érdekes, hogy az Early Access-ből kiszedték a játékot, és berakták ugye a mindenféle extra contentet, és ennek ellenére a régi mentések még ott vannak. Nem úgy, mint mondjuk egy mai játéknál, ugye láthattunk egy igen kemény mentéstörlést legutóbb egy 4 A kategóriás játékban. Szia Conan, szia Vihirus, nagyon szépen köszönöm neked a Prime-os 38. hónapot. Köszönöm szépen, hogyha támogatjátok a csatornánkat. Nagyon hálás vagyok érte, köszönöm szépen mindenkinek. No, hát akkor azt hiszem, hogy el kell, hogy menjünk megint oda ahhoz a barlanghoz, ahol azt a jelölést megkaptuk, a GPS lokátort. Ezt sajnálom most, mert egy csomó jó cuccot csináltunk, de hogy lehet, hogy nem volt ott mentés, vagy autószév, vagy ilyesmi. Ennyi erővel, várjál, a golfkocsi itt volt valahol a közelünkben, nem? Szia Martins, mesélj Vihirus, milyen napod van? Hallod? A hunt után ez, hogy Kelvin megjelent a bozódban, már így egyből néztem rá, hogy akkor most lőnöm kell, hát aztán fegyver sincs a kezemben. Van molotovunk, a hármason van a pisztoly, amihez nincs túl sok lőszerem. Lejjebb kell vennem a DP-t, mert nagyon érzékeny ebben a játékban, csak úgy kapkodni lehet az egeret. Jó, és akkor éjszak felé próbálok meg innen haladni, ha minden igaz, nem? Nem, erre felé lesz az irány, emlékeim szerint. Végre letelt a hét. Nem, éjszak felé kell mennem. Nincs több 12 óra? Mi? 12 óráztál egész héten? Amúgy meg ide lehetne egy ilyen kis házikót felrakni, nem? Nem tudom. El akarnék menni a sziget másik oldalára, hogyha én házépítésre adnám a fejem, a mai epizódban inkább barlangokat néznék meg és elindulnék a golfpálya felé, szóval inkább abban az irányban próbálnék meg mászkálni. Ne felejtsünk el táplálkozni is majd meg ilyenek. Nyers húsom amúgy van. Nem a tab volt az inventory? Miért nem? Ezt a burnt meat-et szerintem megeszem. És kulacsunk még így nincs, ugye? Mert nem tudtuk ezt megcsinálni, még jó, hogy van energiaitalom cserébe. Az alvás igényünk is nagyon furcsa, hogy mennyire lent van. Hát mennyit kellene aludnia ennek a jó embernek? Esős és hideg van. Hát ez most egy... ilyen időszaknak néz ki, de szerintem nem kell aggódni, ez csak természetes, és örülök is neki, hogy én sem szeretem, hogyha kint kell lennem ilyen időben, de hogyha, na hát, skunk. De hogyha bent lehetek, akkor viszont tökre jó. Hát ezt most lehet, hogy muszáj leszek. Ha befut a bozótosba, az baj. Tudod, mi volt a baj? Hogy nem volt a spear bekészítve nekem kézben, pedig hogyha nálam lett volna, akkor elkaphattuk volna, és akkor lett volna szépen egy kis hús mennyiségünk. De nem baj, most már legalább tudunk szaladni. És itt van a golfkocsi, látod? De ez nem a golfpálya, ez csak egy golfkocsi, és ez Kelvin bejelölte.
Tök furcsa. Gondolom, hogy nem én érzékelem ezt a dolgot, hanem... Aha, Salmon Berryből több már nem lehet nálunk. Hanem, hogy Kelvin valahogy ide jelölte nekem. Mondjuk ehettem volna belőle. Teljesen depis lettem a mérnöki fizika órától. Na miért? Mi történhetett a mérnöki fizika órán? Nem tudom, hogy hogyan vezessük el, mert a múltkor volt egy kisebb szívás. És itt a barlangban akkor még nem is voltam bent. Éjszaka értünk ide, ugye? Hát én most benézek. Beszaladt a csalitosba, a hátsó csalitos, ugye? Itt az udvarban. Hát itt lehet, hogy fény lesz. Ezt megjártuk már? Itt voltam mögötte? Energy. Ja, neked innen van a neved amúgy? Én ezt még sosem gondolt. Szevasz, csecsemő. Vigyázz magadra. Még él? Hát ha él, ha nem. Ezeket gyorsan felhúzzuk ezekre a dárdákra. Szia. Ebből baj lesz, ugye? Eltalált. Ugye nem akarod ezt most komolyan mondani? Ezt most nem mondod, hogy kettőt csapott és végem lett. Szerintem ez most keményebb, mint valaha volt. Tehát itt sokkal jobban oda kell figyelni erre. Egy baba is élt? Lehet, hogy még ilyet gondolt, hogy eltalálhatott esetleg? Beraktak minket az alien nyálkába. Mit akarnak ott velünk vajon azzal a nyálkába? Tartósítanak? Vagy mi ez? Retrieveltem a backpackot. Flashlightom. Üres teljesen, nincs batteries. Az igen, haver. Az igen. De most ez milyen szúrási technika? Ő volt az, aki megölt, látod? Ugye most nem mondott komolyan, hát hányszor történhet meg? Lehet, hogy vissza kellene töltenünk. Ez nagyon erős így, hogy egy csapásra. Hát olyan pofont adott a mutáncs. Én szerintem visszatöltjük, akkor elnézést még egyszer. Arra számítottam, valami alaptól kezdünk, erre lejtőről doboz, koszinusz, szinusz, két percre nem nézek oda, tele van mind a két tábla írva. Hát az egyetemi az olyan, az egyetemi matematika, fizika szintek, azok már nem teljesen olyanok, mint amivel gimiben találkozhattál, meg a tanár sem mindig annyira segítőkész, és nem annyira magyarázza el. Akkor van baj, amikor a tanár nem tud leereszkedni egy hozzá nem értő hallgató szintjére, és úgy tart előadást, mint hogyha professzoroknak tartaná. Az szerintem nagyon kellemetlen, és nekem is ilyen volt a biofizika tanárom, ilyen volt a... Mi volt ez a megjelenő ablak? Igen? Kidobott a játszás? Na, vannak gondok azért még a Forest-tel. Bocsánat, újraindítom akkor mégiscsak. Egyetem szóval volt pénzed rá. Hogy érted ezt? Szögfüggvények? Ja, én se szerettem őket. Megnyomjuk a folytatásban ugyanezt. Nem lehet, hogy ha ilyen kifagyások vannak még mindig meg... Na most visszanézem majd a vodot, hogy mentettünk-e vagy sem. Én azt gondoltam volna, hogy mentettünk. Az biztos, hogy aludtunk azon a helyen. Ott a barlangnál, de lehet, hogy akkor kimaradt. Ez a barlang pedig, ami előttünk van. Lehet, hogy egy headshot-tal kellett volna indítani pisztollyal ott a barlangon belül. Arra a kedves hölgyre, aki olyan tockosokat kevert nekünk, hogy kétszer is összecsuklottunk ott a helyszínen. Nekem nem volt fizetős az egyetem. Az utolsó fél évben volt fizetős. A levelező, amit már munka mellett csináltam meg inkább. Ugye, jegyzetek vannak, körülnézek a könyvtárba, aztán lesz, ami lesz. Azt tudom javasolni, hogy ne ignoráld a társaidat. Néha tök jó az, hogyha bemész a többiekhez a koleszba esetleg, és összedugjátok a fejeteket, és hogyha valaki nagyon érti, akkor tud kompenzálni. Fontos a kapcsolatokat építeni, ezt tudom javasolni, és együtt tanulni, az sokkal célra vezetőbb tud lenni sokszor, mint hogyha magadtól próbálnál meg valamit értelmezni, és esetleg nem megy. Levelezőn vagy, akkor az nehezebb, igen. Az úgy mindenféleképpen nehezebb. Milyen gomba ez? Nem egy doboz mellett jöttem el? Mintha így jöttem volna, és egyszer csak doboz. Mennyi mindent kerestem, annak idején emlékszem rá.
Eleged lett az oktatási rendszerből örökre? Hát... Mik ezek a hangok? Nyúszik nyomulnak körülöttünk? Az biztos, hogy vannak problémái. Nem lehet azt mondani, hogy nincs. Mik szaladgálnak? Ti is halljátok? Itt ilyen szaladgáció van. Netem már sok segédanyag, megtalálható BME jegyzetek. Ja, igen. Igen. Érdemes azokat is megpróbálni használni. Szia Szuzi, hogy vagy? Mi a helyzet? Örülök, hogy itt vagy velünk. Szép estét kívánok neked. Éppen forestezünk, képzeld el. A mai küldetésünk az lesz, hogy megtaláljuk a golfpályát a játékban. Közben pedig... még mindig éjszakfele szeretnék menni, de olyan, mintha... Hát ez rohadtul nem éjszak, hanem hogy lefele van éjszak. Bocsánat, rossz irányba jöttünk, mert nem... Nagyon furcsa az iránytű, de most már értem, hogy éjszak, akkor lentem, én délre megyek igazából. Jó kis Undi Forest a legjobb, szereted? Itt már összetűzésbe kerültünk, a többiek mondták, hogy jaj, nem jó ez a játék, Moki, engedd el. Teljes moderátori ellenkezést véltem felfedezni. Nem zavarja őket, hogy elviszek mindent? Remélem nem. Skin pouch, ropes. Igen, én vittem el, sziasztok. Ne, nem gáz, csak kirútoltam egy-két dolgot, szia. Ekkora hússángod van, ugye? Az egy comcsont? Batteries. Ez nagyon jön, el akar kergetni, látod? Oké, most már mehetek, már agresszív. Mindent összeszedtem, amit össze lehetett innen, de szép trónotok van, egy csegg van az alján! Egy csegg az alja a trónnak! Uramisten, újjak vannak! Na jó, menjünk! Na ez igen! Na ilyet még nem láttam! Láttunk ilyet régen? Nem tudom, erre február vége óta nem jött update. Erre a játékra? Dehogy nem! Nézd meg a change logot! Ugye, hogy mennyire izé volt? Ilyen odáll eléd, és akkor mozgatja a vállát, és azt mondja, hogy milyen csicska, és akkor jön és tolja magát az arcodba bele. Ebben a félében lesz, csak fizika, utána már a közgáz lesz szívás. A közgáz az mikmak, meg a mak. Ez szerintem... Azt ki lehet... Nálunk a mikmak volt az a tantárgy az egyetemen, amit senki nem akart tanulni, a BMN is, és a Corvinuson is, és senki lesz a szarta tényleg, de akkor már tanár is érezte szerintem, hogy mi nem azért jövünk most ide, hogy ezzel foglalkozzunk. És a vizsga az olyan volt belőle, hogy akkor ABCD válasz lehetőségek vannak. Tehát egy gyakorlatilag csak be kellett x-elned, hogy melyik kérdésre melyik a jó válasz. És telepakolom magam szépen ezekkel a növényekkel. Remélhetőleg éjszakára megérkezünk. És mivel fogalmunk nem nagyon volt, ezért inkább dobókockával dobtuk ki. Anál? Hát az anál az kemény dolog, az hódziher, hogy abból azért... Na hát ez de jó hely. Gyakorta össze-vissza húzogatják az embert. Ott van a muníció, de jó, hogy megtaláltam. Ide le kéne raknom egy... Húha, itt sok ammó van, meg sok pénz, konzerv is van. Elméletileg tudok olyat csinálni, ugye, hogy GPS lokátor. Elméletileg tudok olyat csinálni. Lightbulbok vannak, de nem tudom, hogy mire valók. De hogyha leszúrnék egy botot a földbe... Equip. És akkor ezt ide... Icon Changer. Ott a lőszerikon, aha. Ez lőszerikonnak teljesen... Milyen sok ikon van, azta. Itt lesz, ez az. És ezt kellene valahogy rátűznöm egy fára? Azt hiszem, hogy úgy volt, hogy fogod, leállítod ezt a földbe, ugye? De nem így, hanem... Ú, de nem vágom. Volt valami megoldás erre. Ezekben a sátrakban aludni már sajnos nem tudunk. Hát... Mai napig nem értem, mi haszna volt a deriválásnak, integrálásnak az életemben. Valaki használja.
hálózatokra akarok foglalkozni, nem ilyenekkel. A Heroes 3-ban megtanultuk X mennyiségű anal damage, igen veszélyes lehet, főleg, hogyha ömleny van. Anál 1-ből másik alkalommal átmentem, anál 2-ből egyszer húztak meg, utána ott hagytam. Szia Gacsi Abris, csodálatosan telik ez a nap is bizonyám. Abban reménykedem, igen, hogy én is tudok majd pihenni, mert holnap családozni szeretnék. Erre így kell leállítani a... Aha, és akkor a tetejére. Ott jön már Calvin Klein. Ez lesz az, amit én kerestem. Tetejére megfogad a GPS lokátort. És ráteszi? Egyet rátett? De jó. Na, és akkor itt van kaja. Jó, mostantól kezdve akkor tudjuk, hogy itt van a lőszer. Amúgy ez egy olyan helynek tűnik, ahol kellő mennyiségű fa van. A környéken van egy kisebb tó. Oj! Te fenyegetők vagytok, azt a mindenit! Te fenyeget be... Megijedtünk egy pillanatra, nem? Hát mindenkinek összeszorultak a kis gojszliai. Láttad, hogy hogy felállt? Annál egyből a harmadjára mentem át, akkor is azt mondta, talán csak annál kettőt is nála veszem fel, akkor enged el... Meg lett másodjára. Ügyes vagy, gratulálok. Hallottad, hogy mi szalad itt? Itt hagytuk a barlangot, és itt hagytuk a kis golf gépünket. Hogy lehet, hogy most lehet, hogy random napszakba tesz bele? És csak mennyi hús? Mekkora eső van odakint azt a... Ez azt jelzi most, hogy rejtve vagyok relatíve? Bocsánat, de ebből lesz a big hús. Tudom, rossz dolog ez, de muszáj vagyok. Iskola, mintha diktatúrában éltél volna. Aha, 3 meat collected, jöhet a deer head. Becserkésztük, megcsináltuk, muszáj voltam. És elment a jelölője annak a... Nem, itt vagyok rajta a közelben. Lelőtted Bambájt. Ez az anyukája volt, a kis Bambi még jól van. Ti is látjátok, hogy itt van valahol az a hely? Csak ugye teljesen más napszakban vagyunk, emiatt nehezebb észre. Itt van. Na, itt haltunk meg az imént. Ez mi volt? Valamit odébb toltam, ugye? Ott tele vagyunk kajával, tele vagyunk vízzel, alvás igényünk viszonylag nagy, erőnlétünk 3-as. Most megpróbálunk ide még egyszer bemenni. Hát, van egy battery, ugye? Ez nem is olyan rossz ötlet, hogy battery használat legyen inkább. Így, nagyon jó. Szegény Jai, képzétek el, rosszul van ettől a játéktól, mert a Field of View, ez neki hány inger keltő tud lenni. A szögek, betekintő szögek, meg ilyenek. Jó, akkor mehetünk. Támadó pozícióba helyezte magát, úgyhogy jobb lesz, hogyha elindulok. Nem ez volt az a barlang, aminek a végén van a... Dehogy nem. Egyenes, és a végén onnan ugrunk le. Igen. Jó. Akkor most ide nem fogok tudni felmenni, az van a... Az van, hogy mögöttünk a csaj, lehet, hogy elzárja az utat. Jó, szerintem ez most akkor egy érdekes felfedezés volt. Még élsz. Ja, nem azt akarod mondani, hogy nem dög lesz meg. Jézusom. Azt a mindenségit neki, 3... Fű, fejbe lőtték, de nem halt meg, mert megállította a golyót egy már a fejében lévő golyó. Ugye? Machete. Ismeritek a öreg Rodriguez filmjét? Fáradt vagy, használj egy tarpot, hogy építs egy shelter. De hogy vagyok fáradt, barátom, olyat vezetek mindjárt, most még szürkületi zónában megyek. Jó, és akkor dél... Hát ez jól ment. Várjál, van-e ennek még megoldása? Elnézést. Na hát kapásból rávezettem szerintem itt a sziklára ezt a dolgot. Na igen, és akkor most egy kicsit arra tasszak. Így, nagyon jó. Kemény taszigálások, csak itt nálunk a... Úristen, mi ezte? Itt per TV.mókáson. Zene van?
Oké, mehet, készen állok. De merre megyek? Amúgy. Erre szerintem, ugye? Nem, megvan. Erre megyek, minden rendben lesz. Szia, streamings! Örülök, hogy itt vagy velünk ma este. Hogy vagy, hogy szolgál az egészséged? De arra, úgyhogy még nem írtam neked, mert most ilyen elfoglalt napjaim voltak, de mindenféleképpen igyekszem minél hamarabb bepótolni ezeket a dolgokat, amikkel lógok neked, és aztán el tudunk kezdeni esetleg dolgozni is azokon a dolgokon, amiket szeretnék megvalósítani. Mondjuk lehet, hogy nem sok minden kell, csak ilyen egy-két dolog átszabás. Képzeljétek el, srácok, ti még nem tudjátok, de tervezek, azt már tudjátok, hogy weboldalt még az idén beújítani, majd ehhez lesz egy specifikáció írás, teketeretek segít benne, annak grafikai munkálatait pedig streamings fog nekünk elméletileg segíteni megcsinálni, és ezen kívül streamingstől szerettem volna, vagy szeretnék még most is annyit kérni, hogy segítsen nekünk leváltani esetleg a sub és a cheer badge-einket, egy kicsit modernizálni, hiszen most a csatorna megváltozott már, én pedig szeretném, hogyha hát tudjátok, ezeket ilyen 2-3 évente én leszoktam váltani itt a csatornán, és ebben reménykedem, hogy tud nekünk segíteni. Jól lehet neki nyomatni? Én szerintem gyalog gyorsabb lennék így. De legalább most ennek van fénye. Ez megint ugyanaz a kaland, amiben az elmúlt epizódban benne voltunk. Ott a helyszínen aludni fogunk majd. Valami megütött hátulról. Jól láttuk, hogy ott átsuhant egy mutáns. Ilyenkor még a Rigó is repül, látod? A termései voltak annak a fának. Ilyen hús. Hússzerű. Most amúgy sokkal jobban megyünk, látod? És megtaláltuk azokat a tiszta utakat. Legutóbb árkon bokron átmentem. Nyomjatok egy követést streaming csatornájára, aki rendkívül ügyesen rajzol. Az egész csatorna arculat, az gyakorlatilag az ő keze munkája. És nagyon frankó streamjei szoktak lenni, nem csak játékokkal játszik, hanem mellette alkot is élőben, és tök érdekes dumákról is szokott, témákról is szokott menni a dumálás. Ez micsoda? Ez minek, mit ütöttem el? Ezek itt sírok egymás mellett. Nincs ásunk még sajna, úgyhogy mondjuk a lokáció megjelölés nem volna hülyeség. Vagy ha itt hagynám esetleg a golfkocsit, azzal is ide jöhetnénk kilútolni őket, de mindegy. Hoppá, skunk! Jaj! Úgyhogy még idén ezek be vannak tervezve mindenképpen, mint fejlesztés. Ezen kívül van egy másik fejlesztésünk is majd még a szimultán streamelés különböző platformokon, bár azt még moderátori oldalról nem tudom, hogy hogyan fogjuk tudni megoldani, hogy mindenhol legyen ember, aki még lehet, hogy lesznek YouTube-os nézők, tudod? Például, és lehet, hogy onnan fog ajánlkozni valaki, aki ezt szívesen magára vállalná, és nem kell akkor a itteni moderátorainkat zargatni ezzel. Én ezt szeretném a legjobban, hogyha valahogy ez így működhetne. Úgyhogy vannak itt nagy komoly ötletek, és vannak nagy komoly fejlesztések kilátásban még az idei évre nézve. Ez az ősz, ez megint... A nyár az nyugis volt, kicsit hátradőltem azok után, hogy mennyi mindent sikerült megcsinálni az elmúlt egy év során, hogyha most nézünk vissza. Ugye tavaly szeptemberben lett az új arculat beállítva, tehát már majdnem egy éves az egész. És ahhoz képest meg ugye jött a lemezjátszó, X-Zone szponzoráció, tök jó dolgaink voltak idén is, meg a játékok mondjuk azok egy kicsit most azt gondolom, hogy eddig az évre nézve sokkal hosszabbak voltak, sokkal több játék megy már párhuzamban, mint régen valaha volt, és ami... Aha, itt van előttünk a hely, amit keresünk. Ennek volt így mögötte. Ez az, ide jövünk be aludni éjszakára. Ez az az új otthonom. Ez egyébként tényleg teljesen jó otthon, mert soha nem verhető szét. Egy arculat folyamatos gondozással járam úgy is. Annyira nem értek ezekhez. Szóval az a lényeg, igen, hogy sokkal több most így a dolog még erre az évre hátra, vagyis egy előre nézve, mint amennyit a nyár során
tettem bele. Leginkább arra fókuszáltam, hogy haladhassunk azokkal a rengeteg hosszú játékokkal, amivel ezt az évet megkezdtük, ugye márciusi megjelenések, februári megjelenések. Na most mentünk rá erre. Remélem ezt a mentést most be is veszi. Egyébként az alvás igény az úgy néz ki, hogy nem is lett túl jó, de viszont nem engedi, hogy aludjak még egyszer, látod? Tehát akkor ennyi az alvásunk. Elmentettem az állást, köszönöm. Ezek a... szerintem ezt a kisrác írhatta, aki az előző játék főszereplőjének fia. Tudnék csinálni nyílvesszőket. Nem volt respawn, itt még van bent egy csomó minden, amit össze lehetne talán szedni, bár lehet, hogy nem is annyira csomó. Lehet, hogy ehhez hozzáadunk egy kevés rezint. Az furcsa, hogy olyan alul néz ki töltöttnek. A Jai biztos meg tudja mondani, hogy tényleg így néznek ki ezek. Ott is van a varrat, ahol a kis remegős Timinek volt az előző rész végén. Tök király, hogy te ezeket ennyire vágod. Csak azt nézem, hogy így szokott működni egy nyomtató, hogy alulról kihúzza a rezinből a cuccost. Ez egy kicsit ilyen romanticizált megoldásnak tűnik nekem. Tényleg esik az eső ide bent, igen. Elázol közben, de azért... hát azért szerintem abban megegyezhetünk, hogy ez egy biztonságosabb helynek tűnik a utáncsoktól, mint a... jaj, tegyük már el a flashlightot, meg kimerül. Mint hogyha kint a szabad ég alatt aludnánk talán. Kulacs az mindenképpen kelni fog, igen, de még van printer rezinem. És akkor utána, most már megkezdhetjük a tényleges mai epizódot. Hát bocsánatot kérek, amiért tényleg ilyen hülyeség volt ez, hogy nem volt meg az elmúlt mentésünk, de legalább közben dumáltunk egy kicsit. Ja, mehet a kulacs, azt mondja R, flaska. És ehhez van is bent eléggé töltöttség is. A nyílvesszőkből lehet még craftingolni mindenféle extrát. Elvileg a könyv arra utal, hogy Timi felnőtt korára ilyen más dimenzió kutatója lett, és könyvet is írt róla párat. Aha. Itt legalább a falakon nem jönnek be, hát nem úgy, mint a rendes kinti őrületben. Úgy fogjuk csinálni a vizet, hogy inni fogunk, és hogyha jól működik, grappling hooks, az lehet, hogy kellene, ugye? Tölteni meg nem nagyon tudok rá talán. Ha nem leszünk mérgezettek, akkor viszünk belőle. Nem, hogyha lenne grappling hookom, nem? Hát benne van. És printer rezinem, az úgy tűnik, hogy nincs. Jó, de hát a nyílvesszőket meg kellett csinálni. Ez hány darab? 15 per 15. 3 crossbow és stone arrow 18. Jó, akkor van az íjunkhoz ellátottság, és nézzük meg ezt az irányt még gyorsan. Jöjjünk vissza, mentsük el az állást, és húzzunk kifele akkor. Ennünk is kell, meg innunk is kellene, és reménykedem benne, hogy találunk tiszta vizet, valami értelmes forrást. Hoppá. Azt hittem beszorul. Hát de... csak kiengedett, azt hittem már tényleg, hogy itt meg fogunk nyekkenni. Itt lehet vajon craftingolni az órából, vagy ez csak ilyen bombához való? Ide kell majd nekünk egy kulcskártya. Streamings. Mik most azok a játékok, amik téged nagyon mozgatnak? Megjelenések vannak-e? És mi az, amit viszont játszol? És azt mondod rá, hogy nagyon tetszik neked. Tudom, hogy szoktál csinálni ilyen co-op játszásokat, meg munchkin és társasozások. Mi az, ami nálad a következő hétre kinéz, már most? És Jainál mi lesz? Most ő az Eldát nyomja nagyon. Jó, az a kocsi most sokkal jobb, mint hogyha itt lenne bent a vízben. Ebből megpróbálok inni. Ne bánjuk meg. Jó, megbántam. Az rossz víz. Van 3 húsom, amit el kell készíteni, rothadt halak, mert meg kellett a francba. Meg kellett volna ezt a 3 szép halat sütnünk, ugye? Ezt a burnt-et megeszem, 5 darab burnt van. Nem, 5 darab hús van nálam, és ebből 1 darab burnt. Tehát megégett. 1 darab van, ami meg van sütve. Mondjuk tüzet rakni aztán tényleg sem eddig nem tart, hogy a másik 3-at megsüsít, mielőtt ránk rohadna, ugye? Na jó, talán ezt meg is csinálom ide rögtön. Itt szerintem egy jó tűzrakás kinéz nekünk.
Ragnarököt fogod megkezdeni? Az igen, azért az... Ezt nem így kellett volna. Így. Meg kell tanulnom ezt a játékot kezelni. Begyújtom. Újra kell tanulni mindent. És most a húsokat... Várjál, nem így, hanem ránézel. E betű. Húsok. Use. 1, 2, 3. Ezek nagy húsok lesznek. Ezek 4 húsok. Sülő hús szagára lehet, hogy megérkeznek a mutáncsok is majd persze. Itt állok a... Ottal a kezemben a mezőn. Lehet, hogy inkább egy pisztolyt veszek fel. Ezeket még nem esszük meg. Nézzük, ahogy átalakul. Bezzeg a Dragon's Dogmában milyen szép volt, nem ahogy sültek a húsok. Hát esővizet gyűjtenitek és páncéllal, vagy Green Hell volt? A Green Hellben... Nem. Forest 1-ben volt ilyen, a Green Hellben szerintem szintén kellett, hogy legyen. Így is van, kész is van a 3 hús. Most árkozunk egy bántalmazó kapcsolatban. Jaj! Ilyen rossz lenne? Ne csináld. Ezt hajítsuk el, az a bot még jól jöhet. Jó, kavicsokra nincs szükség, Leaf egyébként mindig kellhet. Érdemes lenne ezeket így vagdosni, mert ebből aztán több százat tudok magammal vinni, hogyha... Bár nem tudom még, hogy mire való. Bár lehet, hogy elégetni, nem? Jó, és a térképet lesve az van, hogy lehet, hogy elindulhatnánk ilyen déli irányba teljesen. Szerintem az a barlang, ahol már raktam, igen, az már megvolt. Az északi barlangok közül 2 ott még valószínűleg nem volt meg, mert hogy ott volt a helikopter, és nem hiszem, hogy erre felé mentem volna. Ez a barlang, ez mindenképpen felfedezésre került, és valami értelmest is találtam. Még mindig azt érzem egy kicsit a játékban, hogy így, ahogy elnézek itt végig ezen a partszakaszon, hogy nincs jól kihasználva a tér. Tehát nem tudták még ezt a hatalmas nagy szigetet feltölteni, és emiatt nem is értem, hogy miért kellett, hogy nagyobb legyen a sziget, mint a régi forestben volt. Tehát az 1.0-ra sem lett annyira feltöltve még. Imádom, de halló, bug az a játék, Jaima úgy hivatkozott rá, hogy nem is emlékszik igazán rá, csak a bugokra, amiből klippek lettek. Mondjuk az tök jó, hogyha lehet szórakozni így bugokkal. Én sem tudom, miért szereted. Hát jól van, most mindenkinek meg lehet a maga hülyesége. Nekem sokak számára a Hunt Showdown is ilyen lehet. Szia, Bambi, nyomod? Haver. Na jó, inkább nem intézem el. Sokak számára a Hunt Showdown, vagy hogyha újra kezdek egy játszást. Mondjuk most azért is van újrajátszás, ugye, mert a Space Marine 2 nem jött be. Pedig ezen a héten azzal foglalkoztunk volna nagyon. A Night in the Woods, az Astrobot, ezek 3-4 epizódon belül már befejezésre kerülnek. Szevasztok, skunkok, nyomod! Jaj, de cukkerek, jaj, hát nem is akarja az ember őket megölni. Tehát az a kettő játék le fog jönni, a Forest 2 is ilyen. Ezzel a játékkal, ez volt a tó. Ez az a tó. Forest 2 is hamar a végére fog érni, mert hogyha nem találunk benne extra tartalmat, akkor felesleges most végigjátszani még egyszer. Ez volt az a tó, látod, ahova építkeztünk. Ez az a hely, ahol befolyik a víz. Ez már iható víz? Nem, egyáltalán nem az. Lenne egy üstöm talán? Ha lenne egy üstöm, akkor lehet, hogy tudnék belőle... Ja, ez volt befagyva, és akkor hátulról bejöttek a rohadékok állandóan, ugye, meg szétverték a falakat. De ez volt az a hely. Elég tisztának tűnik ez a hegyi patak, és aztán kiderül, hogy mégsem. Ja. Nyuszi, hogy sprintelt, mi? Azt mondja, megy a Szegedi IC, ne haragudj, de mennem kell, szia! Hát... megnézzük ezt az északi barlangot, de... Tudod, mit lehetne még elképzelni? Esetleg fára épített házat tudnék itt még csinálni gyorsan. Ami nem volna talán hülyeség. Bár itt van egy sátram. Mondjuk ez a sátor nem véd semmitől. Hogyan kellett a... Na, várjál. Lór. Stairs. Stone window. Nem volt olyan, hogy kiválasztod a fát? Mivel tudsz lépni? Switch, mód X. Shelter, itt vannak.
Ez lesz az. Ez az. Valaki itt van mellettem, azt nem tudom mennyire érzékeltük közben. Ki kell vágnom egy fát. Felépítsünk egy ilyet ide? Szeretnétek egy ilyet? Gyorsan. Egyes igen, kettes nem. Szerintem ez nem néz ki rossznak. Egyes igen? Nézd, a skunkot ott mászik fenn. De ez alvó hely is? Szerintem igen. Nézd, nézd, ott nyomja, de aranyos. Jaj, de ezeket nincs szíve az embernek leölni. Kezdjük akkor. Honnan néz streaming, nem akar házat ide? Szia. Én csak így építkezem. Kelvinnek, hogyha megadnád a parancsot, nézd meg, nézi, hogy mit csinálsz. Rád ne essen, János. Vigyázz a fára. Hát ez nagyon hosszú idő így. Nem jó helyen ütöm? Vigyázz, mert rád esik. Ne gyere közelebb, most mondom. Ja, nem lehet, hogy körbe kell verni, nem? Vigyázz! Elszaladt a rohadék. Ilyenkor beteszi? Hát egyet berakott. Ő a haverunk lehet szerintem, aki itt most nézi, hogy mi van. Hát de most meggyilkoljam. Nem tudjuk, hogy mire kell. Hát az gyilkolás lesz, igen. Mert egy majom voltál azért, mert nem kellett volna hülyéskedned, és akkor nem haltál. Ez nő volt? Áragud, te egy nő vagy? Kopasz fejével. Mit tehettem volna? Majd erősíts meg a fa tövét, kirágják a rohadalmak. Olyan van, hogy megerősíteni a... Mit csinálok? Megerősíteni a fa tövét. Komplexumot a magasban? Nem, azért annyira nem akarok belemerülni, csak... Szeretném, hogyha egy ilyen kis minimális otthonunk azért legalább lehetne. Ezek a kisfák... Tedd már el azt a térképet. Kisfákkal jobban nyomulhatnánk. Ezek hamar elesnek. Így is van. Aha, és akkor látszik, hogy honnan indul az egész. A kötél már benne van, úgy látom, azt alapból feltettük. Mondjuk, hogy a semmiben lóg, az is furcsa. Láttam olyat régen, hogy kővel körbe pakolták. Ah, és akkor előbb a köveket kell elpusztítani. Mekkora agresszor vagy te? Ő lesz izé. Buzuki, ez az ő neve. Neki a hangja szól. Elszállt, mert mondtad, hogy vigyázzon. Ja? Amúgy lehet, igen, az igaz, lehet, hogy nem kellett volna neki mondani, hogy mi van. Buzuki a Tanuki, az ő neve. Calvin Klein, figyelj! Gyere, segíts egy kicsit. Clear, take a break, maintain, build, build, fire, build shelter, finish structure, igen. D, E, F. Kattint, D. Ja, mit kell neki nyomni? Megint szomjas vagyok. Na figyelj, akkor arra, abba segíts, jó? Te is egy kicsit, de ki ne vágd a fát, mert meghűlök. Tök jó, hogy neki most már lehet ilyen parancsot adni. Ez is egy ilyen 1.0-ás. Most elmegy? Hova megy? 1.0-ás kitalációja a játéknak. Kettőt vett fel, látod? És akkor segít építeni. Láttam olyan ismerő streamet régebben, akinek Calvin vágta ki azt a fát. Na hát ez a félelmem nekem is. De most lehet neki azt mondani, hogy maintain base, és akkor ott marad, és hogyha a mután csak nagyon izé szarakodnának a bázisoddal, akkor ő azt fenntartja. Akkor szépen én vágom a fát, ő meg rakja bele, ugye? Tehát megjavítja a falakat. Kucsáj, ha csinálj, hát te itt vagy! Hát mindig csak reggel szoktalak látni ilyen-olyan helyeken. Mindig csak a rosszabbakon. Hogy vagy? Mi a helyzet? Amiatt Calvin, nem baj az. Haj, na jó, akkor én nyomom. Ez szép kis őrület lesz ez, ilyen kis kaiba meg vityilló. Nem nagyon járok már este Teachre. Hát veszélyes hely lett ez, én is ezt érzem.
Veszélyes egy hely. Kelvin, de miért nem csinálod ezt a maintain base-t? Mi az a 34? Kellenek ilyen deszkák? Korán kelsz a hétköznapokon? Júj. Ez azt jelenti, hogy valami munkád van esetleg reggel? Mi lett a vállalkozás kérdése, amit mondtál, hogy nagyon kellemetlen volt, mert ilyen családi perpatpartvar lett belőle, hogy lenyúlták a megkezdett... Vigyázz! Jó. Nem volt egy félős gyerek ez a Kelvin sosem. Mondjuk süket nem hallja, hogy dől a fa. De ott áll mellette, látja, hogy dől, de nem hallja, úgyhogy nincs baj. Mi csinálsz? Mi van? És ez mi volt itt? Itt összeesték. A veszett Elkinak. Menj már onnan, barátom. Hát ezt a fát nem akarod, hogy eldőljön, vagy mi van? Védi a testével. Oda láncolja magát. Régen volt ilyen, hogy dominózni lehetett a fákokkal. Most nem tudom, miért nem lehet már. Hú, ez egy nagy fa. Ez erős. Gyereket viszem a suliba. Egyedül élek, minden más is rám szakad, az elemet semmi SMS is nincs itt a somban. Jézusom, akkor teljesen tönkre vágta a viszony. Nagyon sajnálom, hogy azóta nem sikerült dűlőre jutni és folytatni a megkezdettet. Békés viszonyok között. Nya, és akkor ebből szerintem a talpalávalót kell majd még beletenni. Tök jó, hogy itt ennyi fa van, nem? És akkor onnantól majd, hát vagy lenézünk, aztán akkor boldogok leszünk. Szia Wolfuthun, hogy vagy, Mizu? Akkor most megint egyedül vagy? Én nem is, azt hittem már, hogy jól alakult a múltkori eset. Nagyon sajnálom, hogy most így vagy, de hát gondolom, hogyha most így vagy, akkor így kell lennie, tehát így a legjobb neked. Legalábbis remélem is, hogy azt remélem, hogy boldog vagy te is, meg a kicsi is, és hogy egészségesek vagytok, meg mindenek. Ne, leúszik a loga a vizen. Pisztrángot túszik, láttad? Calvin Klein, miért nem építed a bázist? Van egy csomó ilyen dolog, amit lehetne. Költözik hozzám októberbe. Ja, értem. Maintain build. Finish structure. Tessék, elhagytad a papírodat? Na, és csinálja. Hoppá! De nem veheted fel? Hát én csak állok itt, aztán hasogatom a pisztrángot, vágod? Jaj, hát sushi! Hosszal olyan, mint a kollégád 99%-ban. Kinézetre vagy a funkcionalitását? Oj, lesz szemét. Azt a mindenit. Hát de reptében! Tök jó ez a játék, hogy hülyeségeket lehet egész nap csinálni, nem? Olyan, mint az életem. Gyertek már! Hol vannak? Hoppá! Azt a mindenit, de nem kapja el. Nem bír. Oj, de még harapott, láttad a fogait egy pillanatra? Tiszta a víz. Jó, nem, de jó, mindegy, jó ez. Hova vitted a többi rönköt? Jó messzire kell elmenni, ugye? Ez a Kelvin egy jó arc, nincs ezzel semmi baj, ez egy rendes srác. Most szétvágtam és betettem. De most a kettes számút tesszük be, aha. Vágjuk ezeket a közeli fákokat is. Ezek ugyanúgy adják a logot. Könnyebb kiverni. Nem írod neki, mit kell csinálni, egybites üzemmódban működnek. Júj. Nézd, mekkora pók volt, láttad, hogy elszelelt? Ennek a játéknak optimalizáció nem ártana? Miért? Mit érzel rajta problémásnak? Én azt látom, hogy szépen működik 120 FPS-ben. Nincs vele semmi gondom jelenleg. Akkor a favágó szimulátorozásokban vagyunk. Én mindig imádtam ezt a részét a játéknak. Összefosta magát, oda néz. A Kelvin. Itt is vagyunk, barátom.
Te rakod bele, úgy érzed? Tegyük bele. Akkor én vágok tovább. Másik csalávorról is biztos, hogy beszélnek, hogy nézd már a vérzőfülű haverja baltával hadonászik vízes és tetején. Ja, már kibeszélnek minket a környező bázisokon? Lehet, hogy holnap megjön ám a cifrafosás. Szia Sidegor, hogy vagy, mi a helyzet? Jó estét kívánok, örülök, hogy itt vagy velünk. Nagyon jól el vagyunk, jobban figyel a gyerekre, 1000 kilométerrel arrébb, hogy mi van vele, mint a saját apja. És csodálatos, hogyha úgy tűnik, hogy rendben lesznek együtt, hát nyilván. Nyilván az a lényeg, hogy ne legyen benned harántfekvésben a csenge, hanem akkor inkább így békében, boldogan, egymás mellett, kéz a kézben. Nyár, napsütés, homokos tengerpart és két ember. Az a pofámba esik bele, az egész a pofámba bele, így van, nagyon szépen. A Calvin Klein, ugye? És akkor már csak a tetejébe kell tenni. Hogy... Oly! Most lett egy ilyen bak. Egy úgynevezett bak. Hallottuk már itt a kis haverjainkat a környéken. Sunshine, beach, tücsök, vöcsök. Moki, Slémet is néz, megfogtad az Isten lábát? Jój, hát az nagy, nagy fogás. Aha, és már csak a palánkok kellenek. Kivágjuk azokat, amik itt esetleg beugró pontot képeznek. Halálosan kimerítenek a hétvégék, legóztam a két lányomban, néha át volt passzol, a kisem nagyon élvezem, de jó. Két lányod is van, de őrületes. Tök király lehet, hogyha... Valakinek ilyen szép nagy családja van már, és nem kell azon izgulnia, hogy jó van, de hát mi lesz így? Mi lesz így? Elmegy az egész élet. Oly, de milyen izé szekercézés. Arci beállás volt. Őrületes bringagép. Készül, nem sokára jön a tévére, leszel kirakva. Nincs azzal semmi baj. Én kucsi hasináékat nem féltem attól. Vagy féltelem kép? Befejezted, de szép. Király, király, megcsináltad. Ez igen. Nagyon ügyes vagy, Calvin Klein. Ó, hát ez aztán otthon a javából. És hogy fogok itt aludni éjszaka? Hát itt nincs alvási lehetőség, ugye? Hát ezt elszartam, bizony. Calvin, ez lesz a te otthonod. Ott mászik fel a mesztelen nő, nézd. Nézd a mesztelen nőt, mit nyom. A férfi? Ez amúgy leng a pénisz. Láttad, hogy lenget? Calvin, nem utogassál rá. Látom, hogy pénisze van, hát ne. Tudom, hogy sziki, de hát most ne röhögjél már rajta. Hülye ez az ember. Hát nem így képzeltem ezt el. Ez egy tree shelter, amit csináltam. A tree shelter 2-vé át lehet alakítani? Hát, hogyha ezt azt mondod, hogy most legyél más. Barátom. Vagy jelöljük ezt alapnak, és akkor erre rakjuk a tree shelter 2-est. És akkor csináljunk egy... Mondjuk meg Calvinnek, hogy építsen. Na figyelj. Build. Finish structure. D. Látod azt ott? Azt kéne befejezned. Ez nagyon szép lesz, ha elkészül. Ebben már csak lehet aludni, nem? 68, meg az egyéb hülyeségek. Hát én azt hittem, hogy ebben lehet aludni. Vagy nem lehet? Várjál, felmászok. És megpróbálunk valamit beleépíteni. Lehet, hogy sátrat kéne beletenni? Vagy hát nem gondolják komolyan, nem? Hú, de rossz ez a kitaláció itt a könyvben. Várjál? Ez jó viszont, hogyha kurzor van, akkor nagyon jó. Shelter, hunting shelter, small log cabin. Én a földre nem építkezem. Egy ágyat kell építeni bele? Furniture? Bench, bouncer, chair, couch, wall torch, round table, table, stick bed, double bed, hát double bed nem lesz. Ez működhet a stick bed, ez nagyon jó. Aha, és akkor így, hogy ne állzon el a pofánk. Szerintem itt alatta, kicsit a lábam, ha vizes lesz, beleférhet. Ez gyönyörű, haver. Melyik a feje? Így. Igen, így. És oda nézz.
És már csinálja. Csinálja, mondták annak idején a narancs tetves és dugóban. De jó, hogy ennyit kivágtunk itt a fákokból, nem? Mert a világ összes botja most már az enyém. Tudod, hogy mi lesz majd itt? Kelvint itt hagyjuk, amíg mi felfedezgetünk. És akkor lerakunk néhány ilyen dolgot, amiket befejezhetne, és szerintem akkor elméletileg jók lehetnénk. Kész. Jó, akkor az a másik ház, az neki való lesz. Ez úgy be fog fagyni télen, itt fognak szánkózni. A mutánsok itt a vízlépcsőt használják majd ki. Mondjuk az jó, hogy a vízlépcső befagy, és akkor a pisztrángok is megfagynak a levegőben. Mondjuk egy mentést, most egy ilyen szépen állunk. És azt mondja, hogy elfáradtál, aludnod kell. De hogyan tudsz aludni? Hogyan váltod a alvás gombra? A szív az megvan, az alvás nincs. Az mondjuk már gyönyörű, hogy ott látod, csinálja, csak nem tudom. Ú, de fát vágni. Van neki fejszéje? Vagy a kölcsön kell neki adni? Csoda egy játék ez, de ha mozgatod ezt a halszem optikát, könnyen a hányinger keltés az meg fog történni. Nem tudunk aludni sehogy sem. Ki van a karakterem az élettől? Eszünk egy sült húsot? Nem, inkább... Igyunk egy ilyet, hát ha ez még valamennyit feltol az alvásra. Nem tudom, milyen negatív hatásai lehetnek annak, hogyha az ember nem alszik ebben a játékban. Ezt el tudom vinni valamit? Azt mondják, hogy fa alját körbe kellene raknom. Szia! Igen, valószínűleg... Hát rohadt vicces volt ugye pisztoly a kezemben? Várjál csak, amikor mindjárt villámlik egyet. Aj, Kelvin, hallod? Ezek a csicskák már itt is itt vannak. De nagyon szépen sikerült itt az egészet. Azt a fát fogom kivágni, amelyikre most felmásztál. Mindjárt a másik rádől. Nem látod, hogy mi ez? Erdőtűz, mi? Te hülye? Ebb, nem azt az ending screen pont, te barom állat, Mókibot, ne haragudjál már. De, ilyet. Elnézést. Nem szabad ilyeneket mondani, mert kikapcsolja a streamet mindjárt. Egyébként nem hiszitek el, de van olyan parancs benne, ami log off és kikapcsolja a streamet. Az az egy szerencsém, hogy azt letiltottam benne annak idején, viszont amikor így nézni szoktam, hogy miket érzékel, ugye van egy ilyen real-time érzékelő benne, és akkor írogatja, hogy milyen parancsokat hall ki abban, amit mondok. Ki szokta írni, hogy log off, és akkor az éppen off-ra van téve ténylegesen, tehát nem adja be. Ez még arra volt, amikor még PS4-ről streameltem, kellemesbe, kényelmesbe, babzsákból, és akkor, hogy távolról tudjam irányítani a streamet, Mókibot létrejött, és Mókibot honnan van, sajátom. Mókibot pedig menedzselte, hogyha mire kimászom a babzsákból, érted, ne kelljen mindenkinek végigvárni, hanem azt mondom csak, hogy izé. Be right back screen. Látod? Na és akkor így szépen átvált. Ma már nem nagyon szoktam használgatni ezeket a részeket, hiszen itt ülök a gépnél. De nagyon király módban lehet őt hasznosítani, hogyha használni szeretném. Manapság inkább az egyéb és idegesítő funkciói maradtak meg. Ez mondjuk lehet, hogy az egészet kukázni kellene. Alfi lett a botot. Ki az az Alfi? Az nem az a Rolád orrú? Űrlény, nem? Hogy nem lehet dominózni a fákkal? Hát remélem, hogy félti az életét. Egy személyes szerelem, gyerekem, mint a Krisztus Jézus. Csak ez valami anti. Nem Alfi. Na lássuk, mi lesz ebből? Kötél benne van, a többi már elkezdett beleépülni. Aha, és ott... Te még mindig itt vagy? Hamarosan éjszaka lesz, pedig aludni kellene, ha hiszed, ha nem. Mert lehet, hogy felkelt ez a szar.
Nézzük az alvás gombot. Aha, most már megjelent, akkor mehet az alvás. Enemies are nearby. Nem elég biztonságos az alváshoz. De majd elmegy haza, nem? Nem tudom. Ebből nagyon brutális. Virginia van itt. Szia. Nem kell elmenni. Aha, látom őt én is. Jó, hogy megmutattad, köszönöm. Láttam, hogy Virginia nem annyira szívleli ezt a fiút, ugye? Ne félj, nem kell félned. De ne agresszorkodjál ott a háttérben. Buzuki. Hogy lenézett, láttad? Kidugta a fejét. Headshot, hülye gyerek. Kelvin, gyere, mert támadás alatt állunk. Elviszi majd a szél. Leúsztatom. Emiatt izé a víz, ugye? Takarodjál szépen lefele. Ott úszik. Mindegy. Egy ideig jó volt. Most hárman vannak? Ott még hárman vannak. Virginia! Konkrét megmarta a lábát. Véres lett a csaj lába. Ez hülye. Takarodjatok el innen, mert szétlövöm a pofádat neked is. Nem akarom pocsékolni a lőszert. Azt szeretném... Álljál már meg. Oda nézd, mennyire nyomják. Kiesett a foga. Talán elmenekülnek. Talán nem. Látod, miért bukferenciázott? Izbrolák, nagyon szépen köszönöm, hogy nekem adtad a negyedik havi Prime-odat. Nagyon hálás vagyok a támogatásodért, igazán köszönöm neked. Tényleg, köszi szépen. Ez kapott egyet, de nem volt neki elég. Egyre kevesebbet fogunk látni, de talán elijednek. Igen, Kelvin, te még benne vagy? Kérlek szépen a finish-en foglalkozunk. De lehet, hogy a buildingben nincs benne a nyersanyagszerzés az építéshez, nem? Tehát lehet, hogy azt kell neki mondani, hogy vágja a fát. Aztán meg könnyen lehet, hogy kivágja azt is, amit nem akarsz, hogy vágjon. De nagyon furcsának találom, hogy újra meg újra a parancsokat kell neki adogatni. Nagyon köszönöm, Izbrolák. Nagyon hálás vagyok neked. Köszönöm szépen. És meg az éjszaka jöttek ránk. Többen vannak. Ezek ide fognak járni bulájozni? Sziasztok! Aha, veled még nem találkoztunk, ugye? Most nem mondod, hogy nem találj el. Ez baj. Szia, Siófok, hogy vagy, Mizu? Ez segre esett? Le kell, hogy menjek. Előtte falatozom egy picit. Ez jó ez a Coug Meat, mert ez jó sokat ad. Talán egy mentés nem ártana előtte, mielőtt balhékokba kezdenék, ugye? Ha levágott fejet karóra húzza, akkor elijeszted őket. Lehet amúgy, igen. Sziasztok! Talán megvan mind a három. Igen, attól tartok, szépen line-upolták magukat, és így meg is haltak mind. Hát akkor bizony itt egy szép tűz lesz rakva most, itt középen. Ezek el lesznek égetve. Egy bonfire-t fogunk építeni. Ide. Tüzet raksz, de nem tartja őket távol. Sajnos ide vonza őket inkább. Jó, és ezt kellene körbe raknunk kavicsokkal, ugye? Tudok olyat csinálni, csak lehet, hogy kézbe kell venni a kavicsot hozzá logikusan. Aha, igen. Akkor így szépen megépíted ezt a bonfire-t. Sajnos nincs mit sütnöm rajtuk kívül.
De ez akkor így el van készülve, és... azt nem halljuk, hogy mi az, ami... itt most randalírozik a sötétben. De van itt még valami. Ők már biztos, hogy nem fognak. És az ő testüket megfogjuk. Egyet rádabunk. Hát... igazából lecsaphatnám ezt a fejet, ugye? Mondjuk lángol? Jó. Azért akarom elégetni, mert akkor megkapjuk belőle a csontokat. Valahogy le tudom csonkolni a fejét, ugye? Szerintem van lehetőségem lecsapni ezt a fejet. Ez az. Ezt a fejet megfogjuk. Még mindig jönnek. Nézd, csontvázat belőle. Ott is van rengeteg csont. Hol lehet Kelvin? És akkor a fejeket... egyet. Megfogod a fejet. Equip. Ráhúz. Na. Elméletileg ez meg is van. A csontoknak kell egy tárolót építenem, ugye? És hogyha itt van valahol a házam, ide kellene egy másik ilyen. Le kell csapni a fejét neki is, sajna. Bár valaki még nagyon nyomult. Ez a rohed, ez oké, mert ez majd később elrothat. Ussoljál, mert te fejed is ott lesz mindjárt. Szörnyűek, nem? Itt a botom. Itt a feje. Hogyha lenne több... ilyen... mondjad már mi az, duct tape nálam, akkor tudnánk csinálni. Az jól ráment. Tudnánk csinálni szerintem izét. Koponyát is biztos fel lehet odalógatni. Kelvin, itt vagy? Csontokból páncélt magunknak, és akkor jócskán előre rendülhetnénk. Az L betű most nem kell, helyette inkább ez. Most nyissunk egy buildet. A csonttárolót szeretném megcsinálni. Az minek számít? Furniture-nek? Storage. Rock storage. Log, large rock, log, bone storage. Olyan van, hogy large bone storage? Nincs. Jó, egy egyszerű bone storage-ot teszek ide lentre. Jó, és belerakjuk a csontokat. X. Na, ez nagy király. Ez nagyon jó. Nem gondoltam volna, hogy bátris építéssel foglalkozunk ma, de egyáltalán nem bánom végtére is, mert... én szeretem ezeket a kis szarakodásokat ebben a játékban. Figyelj, ide jöttek hárman balhékozni. Ez lett a vége. És legalább talán a többiek is látják, hogy kivel is állnak itt szemben. Annak idején anyukám ki volt borulva, Mortal Kombat 2-t Sega játszottam, hogy véres fejeket lehet karóra húzni itt. Igen. Láttad az áthaladó forgalmat? Na, és ez a tároló ezzel tele is van, és nálam is van még. Most megnézzük, itt még van egy csont. Hogy van-e nálam egy duct tape? Egyetlen egy darabban, egy páncélt tudok bele csinálni sajna, az nagyon kevés. Most nem fogja engedni az alvást? Szép ez a fej itt. Ezek kellenek. Én nagyon szépen köszönöm Kata 148-nak a 40. havi feliratkozását. Állás, köszönhetem a támogatásodért. Remélem, hogy jól vagy. Mi a helyzet ma veled? Milyen volt a mai hétvégi őrület? Csináltál-e valamit? Ja, ezzel megvagyunk, és most aludni kellene. Sokkal nehezebb itt aludni, úgy érzem, mint bármikor. Eddig a játékban. Mondjuk lehet, hogy a tűz sem segít. Itt tudnék még építeni. Ott van lent a majom, láttad, ott ment. Stone storage, az itt teljesen jól el... működhetne. Ezt ide lerakjuk. Jó, és akkor a kavicsokat meg bele lehet helyezgetni. De ez olyan kavics, hogy...
kezeddel hordod bele, ez nagy kavics? Aha. Tehát ez ilyen kavics tároló. Szart nem látunk. Igen, ez ilyen kavics adjuk. Jó, ez is jó amúgy valamire majd. A budi negyedbe költöztünk. Ja, mert csak egyszerűen oda néztünk, aztán akkor hadd szóljon. Log storage, large log nem kell. Stick storage az esetleg kellhetne. Rock storage is kellhetne, ez akkor lenne jó. Látnánk. Megnyomtam az L betűt, de szart nem látunk. Nem tudom, lerakom. Ez itt van, akkor lerakom alá. Működhet? Itt éppen működhet. Kelvin még mindig hordja bele a fát, amúgy nagyon rendes srác ő. Nem fogunk tudni egész éjjel, mert ezek a hülyék itt nyomulnak. Azért az igen, igen kemény és embert próbáló lesz így. Ezekből a kövekből amúgy mit lehet csinálni? Falakat emelni esetleg ilyen kőfalakat? Itt szerintem mindig lesz annak lelőhelye. 10 darab nagy követ tudsz magaddal vinni, aha. Mondjuk így legalább kitisztul itt a környék és akkor lehet lépegetni, nem? Nem ilyen Star Wars-osan gondolom persze, mint a AT-AT meg ilyenek, de biztos mindenki érti, hogy mire gondolok. Aha, és itt vannak a nagy kavicsok. Ebből kettő, ebbe megy be, már is van egy csomó. Tudod, mit lehet még Kelvinnek kiadni parancsnak, hogy hát kajak rám reggeledik. Hogy szedegesse a cuccokat és tartsa maxon. Hát olyat is lehet neki mondani, hogy légy szíves, akkor hozzunk egy-kettőt kavicsból, meg csont. Hát mondjuk csontot nem hiszem, hogy tud farmolni. És még mindig hordja. De jó arc. Talán zártabb házba lehetne aludni, hogyha rohangásznának? Nem tudom. Fal per padló? Aha. Aluvás mehet? Nem mehet. Hol vagy te szemét? Mutasd magad, most már látni foglak. És mehet az alvás. Várjál, van egy ötletem. Na így. Van még egy. Most tényleg ez így fog menni? Lehetetlen, gyerekek. Itt aztán nem lehet aludni. Pesten, ez a belváros konkrét. Corvin negyed és környéke, nem? Hát ott van ez. Amikor ez elszaladt szerintem, lehet, hogy haverunkat idegesíti. Addig én megpróbálok hunyni egyet. Nekem volt barátnőm ott a Corvin negyednél. Benn aludtam nála, hát nem alvás volt. De nem azért, mert más lett volna. Na, tudtunk aludni, oda néz. Jó, szarul, ez igen. És akkor most teljesen magamból kivetkőzve megpróbálok inni ebből a szép tiszta vízből, amiben a halak tudnak valamiket csinálni a szaporodásuk fenntartása véget. Ivás. Aha, hát ez fáj. Te ezzel meg sem töltöd a kis kulacsaidat. El kell kezdenünk szedegetni akkor mindent. Eszünk egy finom húsit. Iszunk rá egy jót. Energiaitalt. Kelvin szerintem befejezi, amit be lehet. Tia Dozer, hogy vagy? Persze, Móki? Mit persze? Na, mit mondtam, ami nem volt igaz? Ha megint izé, azt hiszik, hogy hazudok, aztán én meg... Hát én nem hazudni járok a tics világában. Az alvás? Nem lehetett, hát ha hajnali háromkor arra kelsz fel, hogy lent a izé a bulizó majmok nyomják. Pont mint itt ebben a játékban. Visszaköszön az élet. Meg a történelem is így ismételgeti önmagát. Na, a kavicsok megvannak, ezt a két logot ide hozta Kelvin János, és nem csináltam. Mondjuk úgy látom, hogy valamit azért csinált mégiscsak. Hogyan lehet lépegetni itt a dolgokban, vagy teljesen random, hogy mit tudsz megcsinálni, mert éppen az jön az építkezés következő. Nem tudod a tetőt odarakni, amíg nem áll alatta semmi, ugye? Ez amúgy egy nagyon logikus dolog, és tetszik nekem, hogy így van. Ez a... Kelvin, jól vagy? Meghalt? Nem, szerintem jól van. Ilyenkor van az alvó ideje. Furcsákban van néha ez a csávó. Na töltök magam neki egy pohár vizet, aztán akkor szép lassan nekiindulunk.
Én azt hittem, hogy leverték a mutáns, csak amíg aludtam, tudod? Ő volt az, aki utolsó erejével elhessegetett innen minden. Hogy végre tudjunk egy picit hújni. Na. Jó, azt hiszem, hogy készen állunk. Tudnék még ide... Na, és már nyomja! Fel kell, és már a gerendák a vállán egy állat. Embertestbe zárva. Megijedtem ettől a fejtől, azt hittem, hogy mutáns van mellettem. Tudunk-e még valamit ide letenni, ami jót tenne? Spear rack, firewood storage. Drying rack, az kellene. Az mindenképpen kellene. De az nem ide, hanem oda fel a házba kellene inkább. És akkor ezt most ki sem tudod választani, ugye? Mert én inkább fent szeretném a húsokat szárítani, és akkor el kell kezdenünk vadászni. Ezáltal biztosítjuk magunknak az élelmiszer készletet. Ez ugye minden ilyen túlélő játékban egy alapvető dolog. Látod, ide felteszed? Nincs elég bot. És már jönnek a haverok. Nyilván haverod, az nem égett, de elégett amúgy tényleg. Majdnem el is felejtkeztem róla, hogy ilyen van. Kicsit szétdobáljuk a csontokat, lehetne kettő ilyen rek is. Ja, és igen, akkor kell a izéket szedegetni, a botokat. Aha. Itt, ahol kivágtuk ugye a fákat, iszonyatatlan mennyiségben áll a rendelkezésre. És a szárított hús, az pedig ugye nagyon értékes fehérje forrás. Kíváncsi leszek, hogy ebben a játékban, mint a Green Hellben, mennyire kell odafigyelni a nutritionre, tehát hogy mondjuk legyen szénhidrát benne, valamilyen szinten vitaminokat is próbálj megszedegetni a zöldségek fogyasztása, gyümölcsök. Azt hiszem ki vagyunk fullazva, mert ott ugye volt ilyen. Forralni lehet, mindenképpen biztos vagyok benne, hogy lehet forralni vizet. Nagyon csúnya dolog lenne, hogyha ebben a játékban nem lehetne. És akkor az E, az micsoda? Ja, ami itt van nálad, az kirakhatod, aha. Megint itt vagytok? Mondjuk amúgy nagy dolgokat nem csinálnak. Az a kérdés, hogy hogyan lehet megerősíteni, reinforce-olni. Ez a stone fireplace, ez tök jól néz ki. Birdhouse, az jó lehet. Szia kopaszbar is. Most ma kezdted el? Nem, a múltkor. Ez a második végigjátszásunk. Csak az 1.0-át még nem játszottam akkor, amikor kijött, akkor vittük végig. Fish trap. Fish trapet kellene leraknom? Fly sweater. Mi ez a sweater? Nekem Green Hellben tetszett, hogy külön figyelni kellett a makro. Igen, 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 nekem is nagyon tetszett. És teljesen egyetértek. Csöndes alarm. Hát ez mire jó, hogyha csöndes? Molotov tripwire. Átbukik rajta és felgyullad, az se rossz. Ha ezek a jegyzetek, amiket találtunk itt a utility-ben, keresgéljünk hátha. De nem ez lesz szerintem. Hát itt ilyen gardening, ú de jó ez. Aztán, aha, és akkor lehet növényeket. Fish trapet kellene amúgy, esküszöm. És ez olyan, hogy a fish trapet megfogod, berakod ide és akkor hal. Mert én itt úgy látom, hogy ez, bár lehet, hogy leúszik, nem? Itt biztos, hogy befoghatná egyet és mást. Még a pofámat. Ide lerakom, ebbe beleúsznak, nem? És akkor mivel felfelé ugrálnak, arra felfelé nem tud tovább úszni. Ez egyszerű kitaláció, de nagyszerű mégis. Lehet, hogy megcsinálom és leúszik. Ez aztán leúszik, mondták a gyerekek a vidéki menben. A halnak meg kiüti a fogsorát. Na jó, itt úgy látom, hogy száj leszek egy kicsit agresszorkodni. Hát nincs esetleg más, amit csinálni lehetne. Csak az agresszió. Tata halált, tata börtön, mondták ugye. Jaj, de szép hóbogyó. Kelvin, kicsit véres vagy. Láttál már ilyen hóbogyót? Ezt a talpad alatt kell, tudod? Ezt meg lehet enni? Nem tudom, mit ettem meg. Mit eszek meg? Hát ez nagyon jó volt. Hóbogyó. Itt vagyunk fent a határon, őszbe fordulunk át, látod? Csomó újítások vannak, azt mondod? Hát akkor én azt javaslom, hogy ti is kezdjétek el játszani. Én általában azért szoktam ezeket a játékokat elővenni, nem csak a magam szórakoztatására, hanem ugye azért is, hogy nektek is mutogassam őket, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan játszás, amivel érdemes lehet
egy kis időt eltölteni. Leginkább kóban tudnám ajánlani nektek. Széthorták a... Az igen. Széthorták a csontokat itt. Jó. Ezzel be is fejezik itt a halakat. Kóban biztos, hogy rohadt jó élmény lehet. Aha. És nézd csak. És ebben hal. Ez a hal az mit jelent, hogy hal? Onnan tudod, hogyha lesz benne valami? Mindjárt befejezi Calvin Klein itt a dolgokat. Ezt a fát rásegítek neki, hogy tudja hordozni. Hát én nagyon szeretem ezt a játékot, meg ezeket az építkezős ilyen... Tudunk közben dumálni. Össze-vissza hülyeségek történnek, szórakoztató hülyeségek történnek. Nem tudom kedvelni az ilyen típusú játszásokat, majd... lehet, hogy nem mondjuk nem... Ez a... Hogy mondjam? Az volt ennek az újrajátszásnak az apropója, ugye, hogy megnézzük, hogy mi történik az 1.0-ban, meg azután a játékkal. De lehet, hogy más ilyen túlélő játékokat is játszhatnánk a Green Hell-t, azt már valószínűleg nem fogjuk műsorra venni többet a csatornán, hiszen kétszer végbe ment. És megnéztük a DLC-t is, megnéztük az alapjátékot is. Hoppá, majdnem ráesett a csávóra, láttad? De vannak azért még alternatívák, ilyen... Long Dark talán? Mi volt annak a címe? Aminek a, még nem is tudom, hogy megjelent a végső ötödik chapter-e. Mert ilyen chapterönként szokták kiadni, és általában ez nagyon jó, ilyen téli túlélős. És megjelent egy másik ilyen hasonló is. Majdnem megérkezett a... Na, ezzel azért el vagy már, nem? Be tudod fejezni szerintem. Volt egy kis input lag. Azért az reflex volt a javából. Hát ez nem semmi volt. Hogy rám ugrott, mi? Inkább úgy látom, hogy megsérült és elment. Jó, kavicsot még betesszük oda. Aztán akkor olyat kellene kitalálni, ami mondjuk esővizet gyűjt, de hát szerintem ahhoz meg kell gyilkolnom egy gyönyörű szép példányát a teknős népnek. Alvásra nagyon nagy szüksége lenne ennek a karakternek. Itt meg ilyen szétvágott ilyenek vannak? Ezt miért vágta széjjel? Ilyen kell még bele? Hát nem kell bele. Itt ebből padlót lehetne csinálni talán? Nem is tudom elhajítani? Hát ezt ne csináld. Ez bug? Vagy feature? Hát mi? Na. Ez az. Na ez jó szar helyen lesz itt középen. Mindenki belalkad. Mert jönnek a mutáncsok, csak azt észak átbuknak rajta. Jó, hát ez itt szépen leúsztatjuk a Dunán, akkor majd meg fogják izélni a Paksnál. Otok jöhetnek és meg fogunk indulni. Aludni akartunk volna. Az a barlang az arra felé van. Az alvás hiány. 8-as lett az erőm időközben. 3-as helyett 8-as. Na ez komoly. Látod, hogy fejlődik itt az életünk? Ez miféle? Ja, ez blueberry még mindig. Nem baj, ez a víz miatt jól jön. Ebből a kis patakból lehet inni? Seggemből lehet inni. Hát hogy lehet teletölteni a kis kulacsunkat? Nyilván nem tengervizet fogok beletenni. Mindegy, most valamennyire feltoltuk, megettük, lelegeltük a bokrot. És itt fent kik laknak? Gyúrgyalag? Ez valamit jelez? A mapon... Valamit itt jelez, nézd csak. Ez jó hideg lehet azért. Lábas? Itt fent? Ez egy lábas ikon? Én is laktam fent ezen a sziklapereben. Na, én attól egy kicsit lentebb. Látod, mi ott lakunk lent? Hát akkor szomszédok vagyunk. Lehet a sok fa vágás megerősi? Biztos vagyok benne, hogy az kihatással volt a karakterünk fizikumára. Azt nem tudom, hogy ez milyen ikon. Ez egy skunk, vagy... Lehet valami olyan kis dinoszauruszt látok. Ti is látjátok? Nem, ennek a tetejét mutatja. Ez egy lábas a vízmelegítéshez itt fent. Nem, ez egy glider! Wow!
Érdekes. És ez olyan, hogy most azt mondom, hogy... És működik. Ez jó volt. És... Na hát... És ezt most viszem. Hát ez... Tök jó volt. Kicsit beleálltunk a földbe, de nekem tetszett. Most erre van az a barlang, hogy lehet letenni? Teknős nép ezen az égövön. Miért? Nincs teknős ebben a játékban, azt gondolod? Tehát kannibálok mutáncsok vannak, a teknős hiányozna. És hogyha innen indulsz el, akkor leszállhatsz a bázisig. Ez azért menő, mert hogyha ezt ledobod... Hát... Hát... De miért? Összehajtotta? Elrakta? Vagy mi történt vele? Nem, nincs nálam. Ú, itt van Bombay. Meg a társa. Nézzük meg, hogy mi van a skin pouchokban. Nyitogassuk ki őket szerintem. Fán van, fent bugol. Ilyen tajga éghaj... Nem, most csak hideg van, de nem tajgán vagyunk, hanem évszakváltozás történik. Remove? Remove. Hát remélem, hogy betette. Csak évszakváltozás van, ne aggódjatok. Olyan van, hogy kettőt is odaraksz és nyitogatod? Miért van egy sirályfél táskádban? Hát miért a borz is itt mosolyog? Nézd a skunkot, nyomja. Ha, és megint lehet nyitogatni, ugye? Open. Ezek nagyon jó cuccok. Remélem, hogy a remove-val nem szétdobálom, amúgy van C4-es brickem is. Ezeket a skin pouch-okat a mutáncsok hagyták szét, ugye? Oda nézzenek. Oyster. Ez vajon megromlik amúgy? Nem akarom őket equippelni. Minden hülyeséget begyűjtöttek ezekbe. Ezek random lootok. Hát ez a mutáncsok számára a cségóláda nyitás, ugye? Ezzel szokták egymást szórakoztatni, ki mit tesz bele. És akkor nem ki mit tud a neve, hanem ki mit tesz. Azt hittem itt áll valaki előttem. És fenn van a tetején. Hát, én nem látom, hogy a tetején volna itt bárminek is. Na mindegy, hát majd gondolom visszaspawnol. Mindegy, az otthonunk az most ott nagyon szépen meg van csinálva. Megyünk a barlang irányába. Ugye, amit még nem néztünk meg, de a sziget erre felé keskenyedik. A helikopterhez visszamenve tudnék találni szerintem gránátoidokat. Energiaitalt, ha megiszol, nem leszel álmos, ha jól emlékszem. Ez így van, ahogy mondod, Jai, ezért nem alszik soha élete során. Én játszanék a ti helyetekben ezzel a játékkal. Szerintem rohadt jó. Ha vannak barátok, akkor összehozni egy szervert, és akkor együtt menni végig. Barlangok felfedezése, mutáncsok írtása, akkor a bázisokat lehet benne létesíteni, hogy mindenkinek megnyekjen a PC-je tőle. Pütyülni kell, oda megy, mint keszeg. Kicsoda. Sok benne az energy, az amúgy annyi is. Ezen a barlangba járat nem. Nem, ezt meg kell kerülnünk. Elég hangos a játék, ha nem, akkor adok rá még. Hogy halljátok a lépéseket, mindenki össze fogja majd jól szarni magát, amikor majd érkeznek a mutáncsok. Hallod, hogy hogy lép a hóban? Roskad alattam a kásás hó. Jé, emlékeztek erre az Aurora számra? Az egyik legjobb magyar punk együttes, hanem a legjobb ever. Tudom, mondjuk erős a mezőny, az is igaz. De ez a zenekar, az Aurora, szerintem zseniális dalszövegekkel rendelkezik. És nagyon, nagyon virágkoszorús emberek ezek. Ezek áldozatok, akiket ide kiraktak? Nézzük meg ezt a helyet. Nem kellett volna mentenem, mielőtt ide jövök? Fogában vannak, igen. Erőlétem már 8-as, olyan izomgép vagyok. Akkor mehet is. Flashlight, batteries, remélem, hogy van nálam. Valami világít. Jai még ébren vagy? Nem tudja valaki esetleg, hogy merre van? Megkérdezném, hogy behányta már. Denevérek szány csapásait hallhatjuk. Nem nézed? Ja Istenem, szegény. Rosszul van, valaki segítsen.
Tudtok valami gyógyírt arra, hogy, hogyha valaki rosszul van a játéknak a Field of View-jától, akkor mi a megoldás? Hogy megpróbáljam csökkenteni, vagy tágítani? Nem. Mondta ezt Streamings is, hogy neki sem megy húzamos ideig ezzel a játszás. Nem bírják. Alkohollal kell kompenzálni? Ez nem tudom, miért nem jutott még eszünkbe, látod. Hát, hogy ennem kell egy konzervet és gyorsan rápótolni a másikra. Hoppá. Kombájnolni ezzel mehet. És akkor kemény macska kaják. Az a finom, barátom. Azt most begyűröd. Nyers macska étel. Miért amúgy, miért csak macska kaja van? Miért nincs egy kukorica konzerv vagy valami, nem? Egy kukorica konzervet benyom az ember. Hogy is van? A legnagyobb Isten áldása kukorica gombóc. Nem azért, mert csövesen terem, hanem hogyha magamfajta ember megeszik belőle vagy 50-et, nem eszik, nem iszik 2 álló hétig. Mint a pupu teve a sivatagban. Valami ilyesmi volt, ugye? Miért nem tudok ide felmenni? Azaz. És ott mehetsz ki, ahol bejöttél, és az egész barlang az pusztán ilyen nyugvási szándék. De amúgy ide, hogyha beraknék egy sátrat, akkor itt legalább tudnék nyugodtan aludni, anélkül, hogy minden szar a nyakamba ugrana, nem? Tehát, hogy itt bent akkor ilyen random ládák voltak, de összességében semmi nincs benne. Legutoljára játszottam, rosszul lettem, semmi másra, most amúgy oké. Na, Jai, hallod, itt emberek jól vannak. Mondom. Guano. Hát az mondjuk engem nem zavar, hogy a denevérek ide járnak szarni a barlangba. Meg hova járjanak, nem? Kelvinnek a szájába, amikor nyitott szájjal alszik. De szörnyű lehet. Most is nézem, oké, hogy más csinálok. Hát nem azért mondtam, hogy ne csináljál mást. Na, ez a barlang megvan, és ott van egy másik a... Nem fogok tudni átmenni, mi csak felülről. Kísérlem kell. Hogy érzitek magatokat ennek az információnak a birtokában? Átmentem egy ilyen pókhálón, remélem, hogy most a fejemben mászik az... Láttátok ezt a gigantikus fekete pókot? A házunk az most ott van szerintem, ahol Kelvin építkezik, de... Nem tudom, hogy raktunk-e oda házjelölőt. Szerintem ő most el fogja ott szórakoztatni magát. Idefent meg nagyon hideg lesz. Az alvás igényem kritikus. A vörösen villog. El tudnék aludni, miközben megyek fel és nyúszikat verem. Működhet? Nem, mert nincs staminám. Ilyat kellene használni, ki kéne próbálni, hogy mi történne. Ennek az íjnak meg remélhetőleg meg lesz hamarosan majd a rendes vadász íj párja. Rabbit is ezzel bíztatom. Ki az a Rabbit? Ez, amelyik itt ugrál, erre gondolsz? Nem rossz, nem rossz. Oké, kicsit fejsúlyos ez a nyílvessző. Még egy picit azért nyomni kell rá, nézd, ott van fent. Jó, igen, igen. Előbb-utóbb jó lesz. Ide mellett, hát biztos vagyok benne, hogy meleg kellene. Abban a barnakban csinálunk egy otthont magunknak ott szemben. Mindjárt hidratálok akkor. Jobb kéz, W, shift. Elméletileg itt van szemben valahol ez a hely. Amúgy nem mondja a karakter, hogy figyelj, öltözünk már át, mert szuper szar a hőmérséklet. A lányot ne haragudj, bocsáss meg. Én nagyon rossz vagyok a névmemóriával. Hát az nekem kritikus. És beszél már amúgy? Na, én ennyire nem vagyok képben ezekkel a dolgokkal. Én nagyon buta vagyok így ebből a szempontból. Bocsánat. Hát nemrég még csak éppen megszületett, ugye? És meg már eltelt 2 év. Most már akkor beszélnie kell, persze. Az a csoda, ha nem beszél, de az a jó, gyakorolja csak. Hát édesapja nyomdokaiba lépve. Olyan streamer lesz belőle, ott valami van előttünk. Sokat kell beszélni, ez a titka. Folyamatosan be nem álló pofával kell nyomatni. Ez egy sírker. Na, ez régen szerintem nem volt ám itt. Nézd meg, olyan, mintha egy ilyen kis leszálló pályát csináltak volna ide. Mi ez az R betű?
Ja, annyi, hogy lefele nézel és akkor váltod a... Aha. És látod ezt? Egy utat mutat előre. Hogy éppen felfelé, hogy ezen könnyebben felmászol? Igen. Hová vezetnek a sírok? Egyetlen egy központi sírhoz vezetnek, ide fentre. Na hát. És itt is van egy gliderünk. Nem tévedek. Ezek mennek még. Ott a glider. Sátrak is vannak. De... Aha, fagyott ember, nincs köztük használható sátor. Viszont itt van C4. Grappling hook, zipline rope, az nagyon jó, ez nem használható. Ezek földmérő készülékek, ezzel meg le lehet menni akár vissza majd, hogyha haza akarnánk térni. Hát ez egy jó szar hely, tehát hogyha itt alszol, akkor éjszaka azért rendesen megfagysz. És itt van egy barlang valahol előttünk. Ez az én lépés hangom volt? Utána csinálta? Vagy lehet, hogy nincs itt semmi loot? Be fogok vizelni ebben a barlangban, elhiszed? Ó, ez jégbarlang. Wow. Mint a szánkózni is lehetett volna. Igen, 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 lehet. Ez mi ez a hang? Ez a jégnek a hangja, de menő. Igen, hallottam már ilyet, amikor a... Valamilyen dokumentumfilmet néztem, azt hiszem. És itt mik vannak? Crafted spear, 3 darab, és egy blueprint, ami megmutatja, hogy hogyan csinálj. Hát én meg nem mondom, hogy mi ez. Ez valami csapda. Aha, ez ilyen... spear csapda. Nézzük, milyen ellátmányok vannak itt. Rengeteg rope. Hát, macskakaja, molotov, klotty. Többre számítottam. Itt lehet, hogy nem fagysz annyira halálra, nem? Hogyha itt akarnál megmaradni. Lehet, hogy megint megeszünk egy konzervet. Ezt a flaskát nem tudtuk sajna megtölteni még semmivel. Konzervek fullon vannak. Undorít, hogy macskakaját kell lennie ennek a csávónak, nem? Szerencsétlen. És még aludni sem tud. Vagy hogyha itt aludna bent, akkor megfagyna szerintetek? Staminája az rendben van, az alvás igénye kritikus. Meg kéne próbálni ide letenni egy... Hát megpróbálni meg lehet. És akkor holnap mennénk tovább. Ezt mondja így. Á, úgy néz ki, hogy nem hagyja. Pedig ez a barlang, ez jól védett hely. Ide? Pedig ez azért nagyon olyannak tűnik, nem? Ahol... Szerintem elférhetne igazán. Hát most már ott tartunk, hogy bárhova rakom le, az is nagyon jó. De hiába forgatod. Nem lehet, hogy az egész hely az úgy van kitalálva, hogy ne tud lerakni, nem? Bárhogy nézem. Ebből itt nem lesz szalvás, hát odakint meg nem akarsz, ugye? Akkor hogyan veszed le a vará? Így, igen, azt felveszed és mehetünk tovább. Jó, sajnálatos módon nem engedi a játék, hogy ide bekuckózzuk magunkat a jégbe. Gyöngyösen mindenhol? Hát ott aztán lehet sátrazni, azt én is hallottam. Ilyen gyöngyös, az ugye izé irányában van. Ide kellett volna egy szánkó, nem? Vagy felhozni a... Aha. Várjál, van egy jó ötletem. Milyen, hogyha a glidert idehoznám, és abba az irányba repkednénk el? Mi volt a vaksi? Mit nem láttam meg? Jó, és most... Ez... Láttad? Van egy ilyen nálam. Hát van ilyen nálam, csak össze van hajtva. Tudtam én, hogy elraktam. Nem gondoltam volna, de itt van balra. Wow! És ha ezt felveszed, akkor ezt el tudod rakni? Nem, mert éppen rajtad van. Jó, leszarom. Na figyeljetek! Most jön, ami még nem volt. Megpróbálunk minél magasabb... Nem, beleakadok a fákokba. Minél magasabbra megpróbálunk... Hát a szemét láda, hát nem megy. Na, felmászni. És átmegyünk a sziget azon felére, ahol ember még nem járt, kivéve a golfpályás emberek, akik a golfpályát nyírták, meg gondozták.
kis mutáncsok is. Tudom, hogy göröngyös, most miért mondjátok? Göröngyös környékén, azért nem szoktak arra sátrazni. Itt errefelé megyünk. Azt a rohadás vigye ki. Hát várja, a lábam eltörött, de semmi baj. Semmi baj, én így szoktam. Hogy te szemét láda, hát mi történik? Ez azért kell. Jól van. Most segres, lehet, hogy szállni kéne. Azt hiszi, hogy éppen lerepülök, és az a baja. Várjál, mert... összeesem magam, hát állandó jellege. Bementem a izébe. A problémába. Hát oda akar... persze, szemétláda, hol vagy? Na, most megyünk. Na, De jó, hogy fel lehet kapaszkodni amúgy a... jéghátán is megélek, ugye? Na várjál. Almás igényem az kritikus. Kimennék az erdőből, de rosszul vagyok, valaki segítsen. Várjál. Itt, ez lesz az. Ez az. De szép, Kavics. Na így. Hát összefosta magát majdnem. Teljesen meg voltam illetődve, hogy mi történik. Most az erdő felé veszem az irányt, de lehet, hogy megbánom. Itt meg szerintem le fogok csúszni. Itt már nem fúj a szél. Hogy lehet, hogy ilyen Skyrim-esen felmegyek? Ezt még mindig nem vették ki a játékból, pedig eléggé kritikus nagy hibának gondolom. Ujjaj. Itt aztán egy fémkerettel a fejem fölött lehet, hogy az a villám az nem annyira... De várjál. Térképnézés. Aha. Igen, oda fogok által menni. Ja, teszem. Hát nem lehet ugrani, várjál! De ott is van amúgy. Ott is van egy barnak, azt is meg akarom nézni. Nyomnom kell a space-t amúgy ilyenkor? Oda csap a villám befele. Mi az a jel ott? Ez szarházi. De miért nem kap bele a szél? Most! Új! Felfele? Felfele, János. Ide haladunk. M betű térképnyitás? Igen. Az lesz a nagyon metál. Jézusom, de jó. Visz minket felfelé. Ott van egy űz. Ez végre megérkezett. És itt van valami fent. Látod, egy ikont látunk lehelyezve. Itt golfkocsi is van. Hát ez nagyon király. Na ez. Ezt vártuk a játékban. Felmászva egy kellemetes magaslati helikopter. Holy shit! Mi a fene? Tegyük ezt le, ezeket meg kell nézni, mi ez? Jó, leszálltam, minden rendben. Hogy lehet eltenni? Most ugye elraktam. Én nem tudom, hogy mi ez, de itt helikopterek járnak. Ennyi, hogy beszélsz, nézzenek oda. Nézd csak. Ó, itt van ám a rengeteg duct tape és a minden jó. Mondjuk lehet, hogy ez volt a rádióállomás laptopja. Megfagyott itt egy ember. A minden itt. Ez nem volt ilyen régen. Printer. Egyből van printer. Nagyon jó. Csinálnom kell egy sledet. Jó hangos a játék, nem? 1000 milliliter kell bele? Mennyi lehet nálam? Ez elszállt amúgy. Egy GPS lokátor megvan. 2 kézigránát. Crossbow boltok. Crossbow van itt esetleg? Aludni itt nem lehet. Még több 200 printer, ezért 1000-be kerül egy sled. Mennyi van nálam? Összesen 400? Hát vagy 2x400, de így is mindegy, mert ez nem 1000. Ide költözhetnék, ide a hidegbe, de hogy költözöm? Még költözöm ide, akinek nem fáj az, ha lefagy a pénisze. Hát hallod, leesne a vége, amikor kijönnék pisilni reggel. Ez a csávó, ez szerintem ebbe halt bele, hogy leesett neki. Itt a kis makkok a fákról estek le, gurultak lefelé végig a dombon. Utána így összeroskodott, és azt mondta, hogy úristen, nem élhetek így tovább, inkább megfagyok. És azzal megfagyott. És csak. Ez működik.
tényleg működik. Jó, akkor ide rakunk egy tábort. Szia Nudlu, hogy vagy, mi a helyzet? Így is van. Na de szép. Hát ahelyett, hogy ott laknék benn, ami tök jól védve van, én inkább úgy döntöttem, hogy ez lesz az otthonom. Na mindegy. Nyomunk egy jó mentést, mert már nagyon messzire eljöttünk otthonról. Az alvás az itt működhet? Nem tetszik gyöngyös? Hát nekem nincs vele úgy problémám. Ide a mutánsok nem jönnek fel, hát megfagynak. Egyetek szomjas vagyok. Legközelebb, hogyha jön egy helikopter, nem is tudom, hogy hol akar leszállni, nem? Nagyon hangos itt minden. Sátorban is hangos van. Pedig ez mondjuk melegnek biztos nem nevezném, de azért be lehet lehelni, nem? Ott fent egy barlang és jobbra még egy. Menjünk a fentihez, próbálkozzunk meg a fenti barlang felfedezésével. Mentés megvolt, alvás megvolt. Van még húsom, egy. Ezt megesszük szépen, és egy energiaitalt rá iszik a vidéki men. Most itt nagyon jót aludtunk, látod, az alvás igényem az csak úgy szárnyal, úgyhogy ezt el is mentjük, ezt az állást. Nagyon hangos ide fent minden. Hát hiába, hóvihar közepén vagyok, János. Mehetünk. A glider most nem fog kelni, kocsival megyünk. Most nem tudom, minek mentem neki. Az a barlang, az kell nekünk, ami itt van fent valahol. Fákat lehet hallani. De nem ez a zene üteme, az egy jó, mindegy. Nincs ilyen vadállat zene? Ez lesz az. Oké, és most megfordulunk. Ment az Y-kanyar. És lássuk, milyen mélyre ér a völgy. Let's go. Hóviat másztám, kanibálok zombik helyett. Én is. Figyelj, hogy csúszik. Figyelj, hogy csúszik. Ez már az igazi Gopnik zene. Nyomod! Ez egy fal. Nem baj, rámászik. Azt a rohadt mindenit. Rohadt király ez a játék. Várja, jó lesz az még. Még működik. Még képes rá. És megy tovább. Jaj, átettem egy fán. Semmi baj. Várja, ez fal lesz. Igen. Nem baj. Összeszedjük magunkat. Az ott a Balaton, látod? Ott van lent a Balaton, innen látom. Milyen mélyre tudunk innen lemenni? Hát mondjuk itt a vízbe lehet, hogy megállunk. Ott isznak a hajléktalanok, várjál már, kiszállunk. Na, de ez jó volt amúgy. Csak azt akarom megnézni, hogy mi van ezekkel. Mert van nekik frankó sátruk. Akkor ezt meg is beszéltük, János, azt hiszem, hát akkor ő volt szerintem a... Ez mi volt ez? Mikbe vagy? Normális vagy? Hogy kalimpálsz, te hülye? Ez neked is fáj, de nekem is amúgy. Láttátok, mekkora durva volt? Na hát ez a móka, ez hirtelen vált igazán durvává. A mentési pontunknál, amikor megnyomod azt, hogy continue, fent vagy még a hegytetőn. És amúgy el akarunk menni ahhoz a barlanghoz, ami ott a... Tudjátok, hogy hol van. Ez egy berserker? Amúgy annak tűnik, igen, itt fent ilyen havasi. Esik az eső. Odakint közben. Jézusom, hányan vagytok amúgy? Igen, a save game miatt... Gondoltam, hogy vadállatkodjunk egy kicsit lefele a kocsival, de mekkorát borultunk, hát így bucskázott.
össze-vissza. Köszönöm, hogy ilyen sokan itt vagytok velem, és remélem, hogy jól érzitek magatokat, meg remélem, hogy tetszik nektek ez a játék is, meg úgy összességében, hogy szerettek idejárni a csatornámra. Én nagyon, nagyon örülök nektek mindig, amikor látom, hogy ennyire rengeteg ember tudok ide csődíteni mindenféle hülye játékkal, miközben amúgy túl sok érdekeset nem csinálok, csak így, nem tudom, jó egyszerűen itt lenni, és jó pofázni veletek, meg köszönöm mindannyiótoknak tényleg. Köszönöm szépen, hogy jöttek hozzám. Menjünk már is fölfelé. Ez a zene is jó lesz. Itt van egy barlang jobbra, és akkor utána lefelé is lesz egy másik. Megvan az ezer, igen. Majd lent megcraftoljuk a bázis alatt. Fázol, használj otokat. Nem használok, köszönöm. Milyen lazán megy most fölfelé, nem? Itt van egy barlang valahol. Valahol erre. Valami be is van nekem jelölve, lehet, hogy még több golfkocsi. Itt lesz, ez lesz az. Jézusom, de durva ez. Wow! Hát, mint hogyha mennék felfelé a mennyországba, barátom. Ez az alternatív ending. De durva! És megérkeztünk. Itt van a barnak valahol. Hát nem mondom, mintha beszorultunk volna. Ez lesz az, ez az. Ez is kis laza. Itt van a bejárat valahol, balra. Ettől nem csinálom, hogy mindenkinek hány ingere van. Ja, megvan. Itt a bejárat. Átmegy ez mindenem, persze. Ja, észre is állunk. Nézzük, hogy itt mit találunk bent. Ez egy másik ilyen hely. Szerintem az egyik ilyen nagyon fontos lesz majd később, ugye? Lehet, hogy valamelyikben valami komolyabbat is találunk, nem csak ilyen hullákat meg. Mondjuk ez egy crafting recipe, nem? A darab nincs itt, ez nem a megfelelő barlang, a többiek alattunk pihennek. És le lehet menni a mélybe. Na, ez izgalmas lesz. Régen ezeknek semmi funkciója nem volt, ezeknek a barlangoknak. Mondjuk ennek sem látom, hogy lesz. De ez biztos, hogy para lesz. 4x4-es, még gravitáció sem hat rá. Ha. Többiek a lábunk alatt pihennek. Aha, ez itt egy koporsó, de hogy hozta le? Innen lehet még lentebb menni. Húha, ebből baj lesz, ugye? Mennyi ellátmány. Hú, ez a tarp az nagyon jó. Golf cart battery, az is jó lesz valamire. Ez a crafting recipe valami csapda lesz ez? Gránátos csapda. Nem, karúrás. Ez egy falióra. Egy falióra recept, igen. Ez egy óra és a mutatók. Kezekkel mutatják. Ez hülye. Azt a mindenségét. Na, ilyet építünk otthon. Ilyet meg kell építeni. Két kar, egy csont, 22 stick, akkumulátor kell persze hozzá. Mindenünk megvan hozzá. Jó. Meg lehetett volna nézni közelebb is. Csak nem tudtam, hogy kattintásra odaadja. Na, és... Aha. Más nem is találsz. Nézzük, ez merre vezet. Ja, sem erre. De a tarp az nagyon jó.
érdekesek ezek a figurák, hogy megpróbálták volna melegben tartani magukat a föld alján ilyen hőtartó zsákokkal. Hát igazából ez a ponyva ugye, amivel sátrat csinálnak. Írja, hogy fázol, van vajon melegebb? Van, biztos, hogy lehet crafting. Az előző részben is lehetett, ebben is biztos lehet. Ha látszik, hogy a staminánk lett, ott jobbra fentről elkezd megfagyni. Jó, idáig jöttünk, és megyünk az ez alatti barlangba is. Már a fény nem fog kelleni. Marha jó kis játszás ez, nem? Kicsit bázis is építettünk, kicsit zajlik a felfedezés is. És akkor az alatti barlang ott van lent. Tudod mit? Van egy jobb ötletem, a golfkocsi most itt marad. Mennyországba fogunk glide-olni befelé. Meg tudom mászni ezt a magaslati pontot, ha nem, akkor elszállunk innen. Szerintem... Hát ez nagyon necces. Innen kéne menni előre is. Kanyarodni nem fogok tudni, csak balra, és nem akarnék balra kanyarodni. Szia Dark Demon, hogy vagy Mizu? Jöttél lörkölni? Már megint nem milyen ezzel, az a te vajod. Van vastag a kulcs. Hát ezeket már meg lehet találni. Erre felé kell átvágnunk, a barlang fölött fogunk kijönni. Tök jó, hogy ide, itt fent nincs senki. Tehát, hogyha tudnánk meleget csiholni, itt fából egy állandó bonfire-rel lehetne meleget csinálni. Akkor itt egy nagyon biztonságos bázis lehetne fenntartani a magasban, ugye. Megmásszuk ezt a hegyet és alávetjük magunkat megint a gliderrel. Most hagytam abban, már nem megy az MVN? Hogy bírtad ezt? Megint egész nap nyomtad. Akkor te most már lehagytál, ugye? Te kijutottál a... Ugye, oda, ahova én tegnap. Nagyon metál az a játszás is. Itt van egy barlang előttünk. És innen... Nem kéne oda felmenni a világ legmagasabb pontjára? Tényleg elkezdtem megfagyni. Használjuk a tarpot. Nem, glidert. És... mehet. Nice. Egy barlang van alattunk ennek a tónak. Szerintem a bejárata lesz az. És a golfpályákat innen sajnos... Az ott a szemben? Talán az ott? Igen, mert emléksz. Az ott van. Na, oda lehetne egy... Szerintem az az legalábbis, annak kell lennie, nem? Nem ez az? Vagy ott vannak a golfpályák inkább? Az annak tűnik. Na jó, innen fentről minden golfpályának tűnik. Elhagytuk a... Isten, de király ez! Hát olyan, mintha Zeldáznánk, nem? Ott van a barlang bejárat valahol. Úgyhogy majd szépen le fogunk menni lassan is. Így körözünk, ilyen spirálisan támadunk. Hát ez régen nem hiszem, hogy benne volt, amikor kijött az Early Access-ből a játék, de ez nagyon-nagyon metál dolog. Nagyon tetszik, hogy így lehet fast travel-ölni, hogy elég magasra mászol. Olyan, mint az Zeldában, nem? Hát szerintem is olyan. Ja, lehet így alányomni is az orrán. Itt a bejárat elméletileg. Wow! Csak úgy szágult, barátom, szágult! És meg is jöttünk. Még jó, hogy egyben marad. Kicsit Far Cry 6 a repülés. Nagyjából a kettő szintem egyszerre jelenhetett meg, nem? Tuti nem láttad, menj majd. És hogyan? De gyökerek hatoltak be. Jó, lehet, hogy mégis mentek. Azért ez egy para helynek tűnik nekem. Aha, megcsináltak. Emlékszem, mindig beakadt régen ez a dolog. És ezt lehet, hogy le is fogom bontani. A mentés az itt jót tesz. És akkor a lebontással. Aha. Jó, készen állok. Mehetünk. Kaja. Italszintek megfelelőek, egy csont váz koponyája maradt itt esetleg még. Hát, hogy nem jó sprintelni ezen a helyen, ahol nem tudom, hogy hol vagyok. Ez 5 darab 9 mm.
Ez denevér. Jó, a denevérnek a szány csapkodását lehet hallani. Senki ne ijedje össze magát. Ezek durva helyek a játékban. Tehát, hogy valaki fosni akar, akkor... Szerintem jó helyen járunk hozzá. Vagy esetleg ehet mondjuk romlott tejet Szilva lekvárral. És igyon egy kávét is rá. Egy kis görög dínye mellé még. Aha. Muníció. Az valami embernek maradt. Fish in. Van olyan magazin is, hogy fish out. Ezek gyerekek, amik mászkálnak. Tudtam én, hogy nem vagyok egyedül. Csecsemő ott szaladgál. Amikor már gyermeked van, akkor keményebben érintesz, hogy ezeket a csecsemőket itt pisztolya lövöldözöd, meg felszúrod őket spírekre? Tehát akkor azért úgy nehezebb és megterhelőbbé válik ez egy horror játék, mint amikor még nincs, és akkor nincs vele olyan sok problémád. Erre úgy látom, hogy erre megyünk tovább. Igen. És ilyenkor nem is szoktál inkább oda nézni? Itt van megvilágításban, ez néhány ember. Miért világít? Azért, hogy megmutassa... A kis mocsok, látod ezt? Meg akarják mutatni, hogy ez a hatos számú. Jó, húzzunk akkor előre, miért nekem ugranak. Hát ezek nem csecsemők, csak csecsemő testbe zárt démonok. Nem ezt akartam, inkább a flashlightot akartam volna. Így. Remélem még valameddig kitart a fénye. Aha. Na itt már vannak barátaink is. Fényt látunk. Arra is van fény. Meg erre is. Sokan vannak. Meglehetősen sokan odalent. Megzakarnak, hogyha futok, ugye? Nem baj, ide bevegyünk, mert ez állítólag ilyen fontos cucc itt a játékban. Ezek az ilyen, nem tudom, nyersanyag, ez fontos. Mert én nem hiszem, hogy ki fogom bányászni. Tudnánk úszni, úgy látom. Hát, de még nem akarom itt hagyni ezt a helyet, nem? Végig úszok rajta, megnézzük, hogy tovább vezet. Ilyenkor nem volt fény ennek a dolognak? Hát van, csak nem világít el elég messzire. Jó, ne felejtsük el, hogy a másik irányba is lehetett volna menni. Ezt tudod, milyen veszélyes? Ez történhet veled is, mint ami ezekkel történt. Az, hogy barlangban búvár előképzettség nélkül, barlangi búvár felszerelés nélkül, hidegben, kézigránát volt a csávónál. Aha. Iszonyatosan kemény, nagyon-nagyon veszélyes dolog ez. Az hülyeség volt most, amit csináltak. Nem lehetne ezt megfogni és... Menj odébb és arra világíts nekem. Hát jobb, mint a semmi. Ezeket tepadlózták, látod? Tehát akarták, hogy erre felé menjen a János. Ketten képben. Milyen hideg lehet ez a víz? Hát ez mocskosul. Ez itt, ezen a részen... 4 fokkal... Vagy 0 fok alá nem tud lemenni. De van olyan hely a világban, ahol a víz nagyon hideg... fagyás nélküli állapotban meg tud maradni. Tehát nem fagy meg 0 fokon. Mondom, ez nyomás kérdés. Új, ezek emberi szafatok voltak. Ezt nem akartam volna felvenni. Ez mi? Egy rifle! Adjál lőszert! Itt szaladnak mögöttem, a lőszert adjál ide, te hülye, hát meggyilkolt, te barom! Egy MRI. Itt most remélem nem tud rám jönni, mert én most itt megpróbálom. Megvan a rifle, helyre rázni magam.
viccünk egy medzt, egy MRI-t, és kellene inni egy energiaitalt is szerintem, és innen kijönni valahogy egyben. Tök jó, hogy ennyi duct tape-ünk van, mert ezzel tudunk majd csinálni páncélt magunkra. Sós a víz, akkor mínusz 15. Na ez az ugye nyomás, és persze hát, hogy most desztillált vízről beszélünk, olyanról, amiben a halak csinálják. Ott van lent, nézd. És ott van mellette valami. A rifle az hová kerül? Hogyha itt van a pisztoly, a rifle az itt van. Sű, de metál ez. És ebben milyen lőszerem van? Stun gun ammo, slug ammo, rifle ammo 4. Összesen 4. Meg be is van töltve, nézzünk rá. Aha, tök jól működik. Ketten vannak ezek a szupermutáncsok ide lent. Szerintem nem tud felfutni, szerintem ez itt ház. Már itt van. Akkor talán jobban járnék, hogyha lemennék itt és... Tás, te hülye! Szaladjál! Jó van, kicsit megmart, de már jobban vagyok. Haver, azért megvan ennek a stressz faktora, de legalább akkor megszereztük a vadászpuskát, innentől kezdve már nem lesz számunkra ellenfél. Itt amúgy lehet érdemes volna benézni a víz alá, nem? Hogy nincsen még leúszási lehetőség, mert el tudom képzelni, hogy a fejlesztők megviccelnek, hogy nem úszol le az aljára, és így nem látod meg, hogy itt egy másik járat is visz tovább még. De hát megint ennem kell egy metsz. Nem, egy más helyen vagyok. Ez micsoda? Hová visz ez ki? Kapd el te szemét, hát a gyerek itt jön, hát más számá, Jézusom. Nem innen jöttünk. Ez egy másik hely, ahol most felfele megyünk. Minden hónapban, ja ezt már olvastam. Hát de boki volt, hát most minek spammeled? Normális vagy? Tényleg amúgy el vagyok maradva, mert vannak ilyen klip nyerteseink, azt a... Itt ez már az... Ez már az micsoda ez? Holy shit! Na ilyet se láttunk még! Mi ez te? Nem tudom mit csinál, de durva hangja van. Jóisten ugrik! Most egy kicsit elszaladok. Jó, beakadt. Szerintem ez instant fog ölni, hogyha hozzám ér. Ide már nem jön le. Nem tudom, hogy mit találtunk itt. Oké. Okay. Jó. Meg kell állnunk valahol. Fel kell healelnünk magunk, hogy se páncél, se semmi. Még egy valamire való shotgunom sincs. Meg kell találni az ásót, ugye? Hát ez már ilyen endgame árának tűnik nekem. És csúszol lefele. Wow! Mi? Ez mi volt? Ott koccant egyet a térdünk és... leestünk valahová. Mi a fene? Amúgy nem tudtunk visszamenni és így emiatt a másik utat nem tudtuk megnézni. Hát itt nagyon para jószágok voltak. Kicsit hangos itt a víz. Itt lehet inni. Egy gyógyszert elhasználok, ez biztos. Erre kell, hogy állítsuk a HP-nkat. Ezek a barlangok, remélem, hogy ezek tiszta vízűek. És itt a közepén semmi nincs, ha ráállsz. Ez szerintem nem volt benne régebben. Lehet, hogy rámentem véletlenül az endgame barlangra is. Lehet, hogy itt történne valami, hogyha meg lenne nálam a... az a sok kis darabka, amiket össze kellene szedni. És ám, hogy még endgame-ről, mikor még alig láttál valamit. Hát... én szerintem ez egy pont olyan játék, amit nagyon könnyen lehet speedrunolni. Hogyha fogod magad, az bemész az endgame-re, akkor tessék, ott vagy. Csak oda kell menned a szigetnek arra a részére is. Oda néz!
Oké. Hol az anyámba vagyok. Az ugrik. És azt mondják, hogy nem endgame, érted? A legnagyobb mutánsok itt vannak. Hát shotgun lövés nem lenne elég bele, a gránát nem viszi ki. Mi ez a hely? Valami világít szemben. Itt van valami járat. Isten tudja, hol vagyunk. Ez elég új, erre nem is emlékszem. Mondom én, hogy új lehet. Egyszer csak, és ez csak az egyik iránya volt annak a barlangnak. Tehát megint vissza kellene mennünk majd az elejére. És megnézni, hogy mit lehetne innen még összeszedni. Ezek meds, meg energy drink. Hoppá. Batteries. Flares. Nem kell a flare nekem most. És ez csak ennyi, hogy bejössz ide, és itt rengeteg érc. Lehet, hogy itt úszhatnánk. Ott valahova, igen. Amúgy őrületmenő lett szerintem ez a rész. Ugye az egész játéknak ezek a barlangjai. Én nagyon szeretem, mert nagyon hangulatosak. És foshatjuk magunkat tőle persze. Sokan vannak ám. Szia! Nem nagyon tudunk megállni, ameddig nincs shotgununk. Tehát hogyha lenne, akkor nyomulhatnánk, felfedezhetnénk. Ott ketten vannak. Ott meg vörösen ízik valamit, meg világosan. Menjünk a vörösre először. Miért világított ez? Ne kell, hogy forduljak, csak arról jönnek. Na hát. Ez egy mozgásérzékelős lámpa. Ez rémlik nekem. Ez a hely, hogy így guggolva kellett itt átmenni. Nem tudom, lehet, hogy jártunk itt az előző végjátszásban. Lehet, hogy belekapcsolták egy másik barlangba, nem? És akkor a világos részét azt nem is láttuk, ami ott jobbra világított. Pedig oda el kell, hogy menjek. Ezeket alaposan fel kell fedezgetni. Ez itt egy kötél. Na, erre köthetjük fel magunkat. Ha nem jutunk ki innen. Hát lehet, hogy fel se kell, lehet, hogy félúton meghalok. Honnan tudnánk, hogy vajon ez most a központi rész, vagy egy másik rész? Körbeértem. Ez az a része, ahol az a monstre volt, a monstrum. Próbáljuk meg még egyszer. Innen, amikor itt volt ez a fal, akkor elindultunk erre. És bejött a gigantosz. A gigantikus. Semmi baj, jól vagy. Hol van minden? De a vízbe. Arra hát minden ide keményez. Oké, túléltük, és a víznél mentünk itt előre. Nem szeretre barlangokat, szerintem halálpara. Tehát amikor itt fordultunk, akkor ugye kétféle fényt lehetett látni. Az egyik vörös volt, a másik volt a világos, és most a világos felé szeretnék elmenni. Elméletileg. Átszaladtam. Van ennek értelme tutira. Ez ilyen speedrun amúgy. Backshot ammo, nagyon jó, lőszer. Ott úsznak a mocskok, nézd meg! Ne jó! Ott a világos fény. Kicsit megütött. Mit világítottak itt meg? Nap, meg 3-4 fickó van felrajzolva. Egyetek meg, ez csak egy hulla volt. Shotgun-t létszi, adjatok már. Canister van, gondolom azzal megyek ki, ugye? Lőszer, rengeteg lőszer. Mögöttem itt jönnek már a mután, csak azért vagyok mozgásban folyamatosan, hogy ne érjenek utol. Ott volt egy ilyen butt plug. Na, azt applikálni kellene valamelyiknek, ugye? Winter resin zipline. Az mi ott a földön?
Jézusom, mi ez te? Ja, ez egy lightbulb. Az mi? De mi vagy? Na jó, én inkább megyek. Hú, haver, azért ez stresszes. Nem lehet, hogy ide érkeztünk meg, amikor onnan lecsúsz. Nem. Nem, ez bekapcsolódik. Aha. Akkor még nem végeztünk. Kicsit beszartál? Semmi baj. Azt szokták mondani felénk, hogy le lehet menni. Várjál. Hogy amíg rendesen össze nem szarod magad, addig nem is vagy igazán férfi. Én most gratulálok itt a férfiak táborában. Állunk a vészkórusban. Ez egy ilyen alap. Akkor mégiscsak a vörös fény felé kell mennem. Ez először mondjuk még nagyon jól jön. Olyan szépen esik odakint az eső. Ilyen Night in the Woods idő van. Meg szaladgálok a barlangokban, mint egy barom állat. Az hogy átfutott előtted, mi? Szerintem ez volt a visszatérő. Jó, hogy van nálam oxigénpalack. Szia. Aha, visszafele megyek éppen. De ez nem az a rész lesz, amikor lejöttünk és koppantunk a falnál. Holy shit, mekkora benga vagy te! Azt a mocskos mindenit! Füledbe! Füledbe morog! Na most nézzük meg, hogy merre lehet innen még menni. Ez a központi tárna. Azok ott izé bakkecskébe nyomják. Szerintem innen érkezhetünk talán, nem? És akkor... Nem? Hát ha igen, hanem én erre most elmegyek. Ez volt a kötél, amit láttunk félúton, visszafele megyek. Akkor mégiscsak kanyarodunk. Ez a benga? Az jó. Az oda a szénégyel szerintem kirobbantható. Máshogy nem mehetek arra felé. De a gyerek? Jó. Itt az idő. Mittem volna, de itt lesz. Volt valami time bomb, sticky bomb. Szia! Lesz a szarta? Azt a mindenit. De miből vagy? Gránátot neki. De valahogy arra kell mennem. Wow. Talán meghalt. Ez volt a halál animációja, igen. Vegyük fel a mutáns bört róla, lehet olyat csinálni? Lehet ám. Ebből aztán annyi bört lenyúzhatnék. Creepy armor, de csak kettőt adott összesen. Jó, hát ezt a kettőt azonnal felteszem magamra. Valahol itt volt jobbra, ugye? Hát, szuper izgi ez a játék. Itt van Creepy Armor. Na jó, akkor most a kezeimet legalább már védi. Hogyhogy nem lehet belőle többet kifal... Hát mondjuk ez így... Hú, azt a rohadt, mekkora tágánusz ez. Ha, mert ezzel már azért nem nagyon menjünk orvoshoz. Szerintem ez már temető. Itt már, ez már olyan, hogy már tök mindegy, hogy hova mész, akkor is kakálni fogsz.
az baj. Ez volt az ugrancs, ott jobbra. Az a szippancs. Nyugalom, nyugalom. Lőszerek. Szaladjunk, mert jön. Én szerintem most visszafele megyek, ugye? Nem jó fele megyek. Elkapott volna, nekem is olyan lenne az ánuszom, az biztos is. Tehát ide estünk ki valahová, és... Mondta, hogy nem tudsz utánam jönni ide, légy szíves. Nem, itt még nem jártam. Azt a mindenit. Na, teljesen el vagyok képedve ezen, hogy mekkora... Jó, azt hiszem megyünk lefele akkor. Jézusom. Hajtanak. Hajtanak végig a barlangon. Miért van itt ennyi kötél? Mi szükség van ennyi? Bajban vagyunk. Ezáltal is bajban vagyok. Jó, akkor... Megpróbálunk elmenni most mellette, ez az. Gyerek is van. Gyerek volt a talpunk alatt, jobbra lehet megmenni. Hát, balra megyünk először. Csecsemő. Szarra sem volt ez való. Nem baj, csak szaladjál, szaladjál. Jézus Isten, mekkorát megy. Hát nem találják el. Creepy armor még rajtam van. Azt a mindenit neki. Menjünk be a vízbe, oda csak nem jönnek be, megfulladnak, rosszul vannak. Szuper izgalmas ez a rész, hát menekülünk, hát nincs semmink. Ami volt nálam, sticky bomb egy darab, meg ami... Itt szénégyből lehet, hogy tudnék csinálni karórából. Ez annyira jelzi, hogy ez a kijárat, nem? Tehát így nagyon olyannak tűnik, hogy erre gyere, te majom, itt mehetsz kifele. Lehet, hogy tudnék csinálni sticky bombot, de minden, ami nálam volt, azt elhasználtuk a Gigantosra. Meg... Hát itt én szívem szerint shotgunnal mentem volna előre, de a shotgunt még nem találtuk meg. Úgy emlékszem, hogy ki kell ásni, de az ásó nincs meg hozzá. Ásó hiányában meg nem fog a karakterünk túl értelmes dolgokat véghez vinni. Szia Szales, üdvözöllek! Most átjöttem valahova, de nem vágom, hogy hol vagyok. Ez milyenek, minek a hangja? Ez olyan, mint egy szkafander lenne, de menő, miért nem öltözhetek fel a szkafanderébe, nem ár. Nem, áram megy valamiben, szerintem. Nem tudom, minek lehet esetleg hasonló hangja. Itt csontokat raktak valami szentélyszerűre. Vagy legalábbis olyan elrendezésben voltak, valami kultikus célt szolgál. Csak jobbra mehetünk innen. Próbálj megmenteni? Ne vagytok szárva, mi? Meg fogok halni, ezt kezdhetjük előről. Oké, inkább mentek. Jó, most már látom én is, hogy itt valami baj lesz. Csak itt körömmelre ki is kaparom még, hogy ásó. Hát igen, ez alap. Fú, kemény volt, de itt vagyunk, íme. És mehetünk tovább, rögtön itt valami elektromágneses mező uralkodik. Nézd! Szkafanderes emberek. Wow! Ez egy űrhajó? Wow! Azt a mindenit! Hallod? A forestet nagyon megtolták. Try finger but hole, mondták volna a Dark Souls-okba. Miért nem mehetek ezekkel? Ne csináld már! Miért nem lehetek ilyen felszerelésben? Szeretnék ilyen ruhát magamra. Előbb körbe megyünk. Battery used, nem baj. Oda néz. Fával zárták le. Keresztekkel. Őket sem védtem meg, de én kintre gondoltam, biztos legalább jó meleg lett volna. Nagyon hangos ide bent minden. Csávó kezében. Valami van.
Olyan, mint valami relikvia. Ti emberek vagytok? Ancient armor! Wow! Ezek időutazók? Nagyon régóta itt van a halott állapotban. Húzzunk el innen. Azt a mindenségi Ancient Armor. És ezt leverik volna vajon? Hát ez rohadt király. Tátott szájjal bámulok. Hát ezt nem gondoltam volna. Nem gondoltam volna, hogy ebben a játékban ilyeneket fogunk majd találni. És akkor beküldtek ide ilyen pilótákat, de valami... ott fent... valami... bele csapogat. Na jó. Beküldték ide ezeket a kutatókat, hogy nézzék már meg, hogy mit lehet ebből kiszedni, de ők nem voltak rá képesek, valahogy én meg, de... hogy ennek mi lehet a tudományos magyarázata, fene sem tudja. Lehet, hogy... most kellőképpen legyengült az az ellenhatás, ami ezeket megölte. És lehet, hogy ez a szerencsénk, hogy mi úgy tudtunk ide most bejönni, hogy már eltelt elég sok idő ahhoz, hogy bejöhessünk, nem? Hát lehet, és én azt gondolom, valószínűleg a puszta szerencse, hogy minket nem vágott ketté itt az elektromosság, vagy akármi is. De még radioaktív is lehet. Lehet, hogy 3 napon belül Kelvin össze fogja lapátolni a földről a lemállott bőrünket. Vagy valami ilyesmi szörnyűség fog történni. Ez volt az a rész, ahova felmásztunk, vagy lemásztunk, ugye? Ez... Isten király volt. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy ilyenekbe leszünk benne. Meg kéne nézni, hogy mi az, amit találtam. Ancient armor. És magadra veszed. És akkor ennek van egy ilyen lejárati ideje, hogy ezt szétverik. Ha megfigyeled az ancient armort, ez... vagy ez nem lehet, hogy ez a játék végén fog... Hát dehogy nem. Szerintem a játék végén fog minket megvédeni valami olyan nem kívánatos hatástól, ami... mentünk egyet szerintem megint. Ami az endinghez vezet majd szerintem. Ha jól emlékszem, akkor ott volt ilyen, hogy be kellett öltözni valamibe. Nem gondoltam volna. Viszont lehet, hogy ennyi lett a mai epizód, és mentünk egyet, és pisilek, meg egy kicsit táplálkozni szeretnék, mert ha még csak egyszer ettem valamikor a 5 óra 19 perccel ezelőtt kb. Jaj, aztán utána. Nyam-nyam. Aztán utána, hogyha szeretnétek, akkor mehetünk tovább még egy kicsit, hogyha szeretnétek, de persze nem kötelező, de 10 perc szünetet én igényelnék magamnak. Ugye? Akkor jól emlékszem, akkor nincs értelme magamra venni. Meddig vagyunk ma? Nem tudom. Azt nem tudom, hogy meddig vagyunk, de vagyunk. Holnap én családozni szeretnék, úgyhogy azért majd valami értelmes időpontban kellene elaludnom, hogy fel tudjak kelni a családi ebédre. Mondjuk, hogyha elalszom reggel 6 környékén, délután 2-re embert faragok magamból, és akkor el tudok menni. Nem tudom még, majd meglátjuk. Maximum 3 vadot vágok ma, itt csontvázak is vannak. Hát még mindig el tudunk keveredni, mivel nincs semmilyen barlangi térképen. Itt rájönni, hogy merre kell menni. Nem lehet, hogy lefele kéne úsznom. Lehet, hogy vannak ilyen... itt a csontvázak vezetnek. Repedések tudod alul, amin átkúszhatnál. Az első részben volt ilyen, hogy egy... azt hiszed, hogy egy kút, aztán közben az aján meg átkúszol, és mehet tovább a játék. Barlang, szevasz. Ezt nagyon jó helyre tették be. Nagyon tetszett ennek az armornak az összeszedése. Szerintem ez nem ilyen volt régen. Sziasztok! Megérkeztünk a Mária Stimfer azt a flasszéra. Remélem, hogy jó felé szaladok most.
akkor itt megkaptuk a rifle-t, és itt lehet felmászni. Másik irányban mi lett volna vajon? És félre mész, hím, akkor valami chill-levezetőt válasz? Én be vagy szarva ettől a játéktól? Te engem ne félts. Vagy úgy gondolod, hogy aki nézni szívesen, az már éjfél után. Tehát szombat van, hát az emberek tudnak aludni reggel, nem? Még egy két órát bele tudunk tenni. Tiszta chill, hát jó hideg van itt a jégbarlangokban. Nem tudom, mi kopogott onnan jobbról. Hogyan jöttünk ide le? Annyira szeretném kideríteni, vajon van még elemünk egyáltalán? Tudod, milyen sötét lesz, ha nincs? De el vagyok tévedve. És hogyha ott lementünk volna, és arra mentem volna, jobbra volt a benga, balra volt a kisebbik, és a kisebbik felé indultam el, és úgy jutottunk el ide. Na, figyeljetek, szüneteljünk egy kicsit, azt mindenképpen ildomos volna, és nagyon-nagyon hálás vagyok tényleg, hogy ennyire rengetegen itt vagytok velem egy szombatesnyát. Hogyha tudtam volna, hogy ilyet kell játszani mindig, figyelj, hogy ilyen sokan legyetek, hát akkor ezt minden nap ezt játszottuk volna. Hát Forest Only Stream, vagyis egy csatorna. Na de hát nem, csak viccelek nyilván. Wookiebot kikapcsolta a browsert úgy, ahogy volt, nem kellett neki a WTF Music listánk. Na, 10 perc szünetet követően megnézzük, hogy hová megyünk ki innen még. És aztán van még itt barlang, amit be lehet járni, meg össze lehet szelegetni a jóságokat. Virginiával meg kéne ugye ismerkednünk. Kelvinnek újabb parancsokat kellene osztogatni, hogy bázist alapítson valahol. Kíváncsi vagyok, hogy meg lehet-e csinálni ebben a játékban tényleg ilyen magashegyi körülmények közötti túlélés. Hát a hidegben fent tud-e maradni esetleg egy házikó. Hogyha egy bonfire-t rakunk a hóba, vajon elolvad-e a környék, ugye? Szerintem amúgy nem. Szerintem azt nem csinálták meg benne, hogyha tippel nem kellene. De érdemes lenne egyszer megnézni egy olyat is, mert általában ezekben a végigjátszásokban mindig csak a tó köré szoktunk építkezni. Az volt a Sons of the Forest-nek, tehát ennek a játéknak itt az újdonsága a tó köré építkezésben, hogy befagyott a tó időről időre, és itt az évszakok szinte naponta változnak. Szia! Psychedel. Szerintem így lehet a neved. Jó éjszakát, jó pihenést. Mit akartam mondani? Tehát, hogy befagyott a tó, aztán nem volt védve a seggünk egyáltalán, pedig azt hittem, hogy de. Na, hát van itt egy csodálatos szám, egy megboldogult énekestől. Nemzetünk kincse. Fogadjátok őt szeretettel, hamarosan visszatérek.